Claire Kenneth, rendezvú Rómában Ezen műszereplői szereplői, képzelt személyek, a szerző. Első rész A kertben még nyíltak a magnóliák. Édes illatuk összekeveredett a kesernyés füstszaggal, amit a hulló pernyékkel együtt idesodort a szél. A lány a magnólia cserjék védelmező árnyékában egészen az ablakigosont. Kissé félrehúzta a függönyt és benézett a szobába. Még a lélegzetét is visszafojtotta, nehogy azok oda bent észre vegyék. Most látta őket először. Ott ültek a nagy ebédbő asztal körül, vidáman beszélgettek, az egyik éppen nagyot nevetett. Nem értette egy szavukat sem angolul beszéltek. Angolok, ellenség gondolta valami babonás rémülettel. Ma délután jöttek be a kis olasz faluba. Hajnalban még a németek voltak itt. A templom melletti nagy ház, amit felgyújtottak, még most is égett. Nem messze a háztól egy kilőtt harckocsi állt, mint valami megbénított óriási szörny. Lent a volturnó parton még ott hevertek a német katonák holttestei, mert nem voltak aki elföldelje őket. A faluból elvitték a férfiakat, csak a megrémült asszonyok és gyerekek maradtak itt, elrejtőzve a pincék mélyén. – Giovanna! Giovanna! – suttogta most egy hang a kert sötétjéből. – Giovanna, hol vagy? – a lány nem mert megszólalni, mert azonnal észrevették volna, csak állt némán az ablak alatt, és hagyta, hogy az anyja keresse azok oda bent megint nevettek. Az egyik tiszt éppen, aki az ablakkal szemközt ült, egy nagy dobozból kekszet kínált. Nagy négyszögletes csokoládés is ettek. Ettek. A lány gyomrába fájón belemart az éjség. Hány napja nem ettek már rendesen? Tegnap még volt egy kis kenyér, de már elfogyott minden, amit levittek a pincébe. Kigondolhatta, hogy a harc ilyen sokáig tarthat, és kigondolta, hogy a németek közben elvisznek mindent az éléskamrából, még az üres zsákokat is. Vajon ezek is rapolnak, ölnek? Talán nem, nem látszanak olyannak. Ez, aki a kekszet kínálta, milyen fiatal, milyen szőke a haja, és a szeme szeliden a másik is szőke, aki folyton úgy nevet. Nem lehetnek ezek olyan rosszak. Mi történne, ha bemenne és kérne tőlük? Akármit. Csak ennivaló legyen. Ennivaló. Valami maradék, nem is magának. Beppónak vinné. Szegény fiú, ott fekszik a pincében a szörnyű sebével, sír a fájdalomtól olyan éhes. Ha egy ilyen csokoládés kekszet vihetne le neki, csak egyetlen darabot. Hirtelen elhatározással beszaladt a tornácra, de mielőtt bekopogott volna, a félhomályban megkereste tekintetével a falba vésett Madonna képmást. Madonna Mia, segíts! Egy beidegzett mozdulattal keresztet vetett, aztán félénken bekopogott. Bentről hangos nevetés hallatszott, nem is vehették észre a hal kopogást. Ismét kapogott, most már erősebben. Bár közben egy pillanatra az az érzése támadt, hogy elszalad, mégsem merészkedik be. Kámán hangzott most bentről. Négy szempár szegeződött a bizonytalanul nyíló ajtóra, ahol félszegen, rosszul palástolt félelemmel állt egy fiatal lány. Vállig érő, kékes fekete hajával, nagy, sötét szemének riadt pillantásával, végtelenül bájos volt, szinte megható. 18 éves lehetett, talán még annyi sem. A tisztek közül Bárker kapitány beszélt legjobban olaszul. Ahogy megpillantotta a lányt, azonnal felugrott a helyéről, oda sietett, és udvariasan az asztalhoz invitálta olyan hangnemben szólt hozzá, mintha legalábbis a londoni májferben volnának, és nem egy most elfoglalt olasz kisfaluban. A lánynak jól esett ez a barátságos fogadtatás. Mind a négy tiszt bemutatkozott, és az asztal főre ültették. Barker kapitány szorosan melléült, és rögtön heves udvarlásba kezdett. Többször is elismételte, hogy egész Olaszországban eddig nem látott ilyen szép kislányt, már csak ezért is érdemes volt megcsinálni a partra szállást. Micsoda kellemes meglepetés, igazán remek lesz, ha velük tölti az estét. Közben kínálgatta mindenfélevel, szendvicsel, süteményekkel és itallal. Így közelről, jól szemügyre véve megállapította, hogy tényleg nagyon csinos. Ma éjszakára minden esetre megfelel. Bárker kapitány az a férfi volt, aki egyetlen kínálkozó alkalmat sem akart elmulasztani. Egy-egy kaland nem jelentett számára többet, mint a pohár viszki, amit szomjasan felhajt, aztán tovább megy. Ez a kislány vagy egészen naív, vagy már teljesen romlott. Beállít ide késő este vad idegen férfiak szobájába. Bárker kapitány végigment már néhány kifosztott, kiéhezett olasz városon. Látta a fiatal lányokat, akik egy doboz konzervért vagy egy tábla csokoládéért árulták magukat a megszálló katonaságnak. Ez is nagyon éhes. Akár milyen illedelmesen eszik, látszik rajta, hogy ki van éhezve. Szegényke, a szeme olyan ártatlan gyerekszem. Talán még szűz. Nem, ez nem valószínű. A németek sokáig voltak itt, erőszakoskodtak mindenkivel. Jó lesz vigyázni. Nincs az a kaland, ami megérné, hogy rossz következményeivel bemenjen egy hadikórházba. Az a sok csinos doktornő mind mulatna rajta. Bonnie a kis szőke is megkínálta a lányt a és kekszéből. Neki is nagyon tetszett. Az egészen északi típusú férfiak elragadtatásával bámulta a kreol bőrét, mély fekete haját. De tudta, hogy számára csak a bámulás lehetősége maradt. Bárker ugyanis lefoglalta saját magának a lányt. Bonni még nagyon tapasztalatlan volt, a tisztek tréfáinak ez volt a kedvenc célpontja a Bonni ártatlansága. Clark főhadnagy nem örült a váratlan vendének, már szeretett volna lefeküdni. Ma végre ágyban alszanak. Micsoda gyönyör! Ha maga a milánói Vénusz hívná akkor is inkább egy kényelmes ágyat választana, ahol kedvére kialhatja magát. Ebben a házban négy ágyat is látott. Már kinézte magának, a másik szobában azt a nagy bárkára emlékeztető alkotmányt. Matracok is voltak benne. Csak az a nagy szent antal kép ne függ ne felette, vastag rámában még ráesik az éjjel. A fedezékből élve került ki, itt meg majd szent antal végez vele. Remélhetőleg Doveri nagy nem ezt a bárkát választotta, ő a rangidős, övé a választás joga. Toveri őrnagy némán ült, egyikük sem vette észre a megdöbbenését, amikor a lányt megpillantotta. Barnára sült arca hirtelen elsápadt, majdnem felkiáltott: Mírjam! Hihetetlen volt ez a hasonlatosság. Mintha Mírjam lépett volna be a nagy, égő fekete szemével. Varázslat játszik vele! Ugyanaz a riad kis mosoly az arcán, amivel Miriam lépett be hozzá azon a téli estén, amikor megjelent az életében. Az évek távlatából most felmerült a kis félvérlány az egyiptomi szeretőjének a képe. Ez a tűl az asztalnál mégis más, a bőre világosabb, a szája vékony. Miriam szája olyan volt, mint senki másé mintha a perzselő forróságát, a vad szenvedélye terelmét, mint egy bélyeget viselni az ajkán. De a hangja ugyanaz. Halk, lágy, kicsit éneklős, vagy csak ez a dallamos olasz nyelv teszi olyanná. Eddig még nem szólt a lányhoz, pedig tudott olaszul. Most felé fordult és megkérdezte a nevét. Egy pillanat század részéig úgy érezte, Valamit csoda folytán ez is csak Miriamnak hívhatják, de nem. Giovanna a nevem, mosolygott a lány, és felnézett az őrnagyra, aki eddig olyan mereven hallgatott. A többiek, mint beszéltek, a fiatal szőke hadnagy még egy szótárt is elővett, abból állította össze a mondatait. A lány már levetette félszegségét, a dzsin, amit megitattak vele, megoldotta a nyelvét. Elmondta, hogy az apja itt a faluban tanító, de elvitték, hogy hová nem lehet tudni. Vőlegénye is van, mondta büszkén. Repülő. Már három hónapja az sem írt, ki tudja, mi történt vele. Biztosan talált egy másik menyasszonyt magának. Látja, nem érdemes hűnek lenni, tréfálkozott bárker kapitány. Leghelyesebb, ha sürgősen visszacsalja illetve csaljuk, mert én boldogan vállalkozom erre a feladatra. A lány egész gyengén elmosolyodott. Aztán gyerekes komolysággal hozzátette. Filippo nem olyan. Mielőtt elment, megcsókolt, és ez a csók a jegye tette. Bárker kapitány majdnem elnevette magát. Ilyen ostoba kis teremtés, talán még a gólya mesékben is hisz. És a jegyese legalább jól tud csókolni, kérdezte gúnyosan. Giovanna elpirult. Sápat, kreol bőre, bíbor szint váltott. Nagyon szép volt ebben a pillanatban. Párkernek most még jobban tetszett. Most már semmi kép sem akarta kihagyni. Még szűz, gondolta és a sok mulatóbeli olcsó lány után, akik itt Olaszországban az útjába akadtak, ez igazán remek fogás lett volna. Micsoda szerencse, hogy éppen ebbe a házba szállásolták be magukat. Budni ötlete volt, Uri háznak látszott és eléggé tisztának. Ráadásul ez a szép lány. Szegény Bonni, most ismét lecsúszik, ha ez így megy, hát a háború végéig megőrizheti az ártatlanságát. De ez a kislány, ez kevésbé. Hol alszanak? kérdezte. Oda lent a pincében, ott rendezkedtünk be, mert folyton bombáznak a repülők. Ilyenkor este borzasztó. Nem is értem, hogy ma nem jönnek, ilyenkor már mindig. Hát, hogy jönnének, hiszen azok a mieink voltak. A Royal Air Force. Most, hogy kifüstöltük innen a németeket, nyugodt lehet, saját magunkat csak nem fogjuk bombázni. Már nem lesz több légi veszély kérdezte bizakodva a lány. Talán már fel is költözhetnénk a pincéből Nyugodtan, egész nyugodtan feljöhet biztosította bárker, de közben rájött, jobb, ha a lány családja a pincében marad. Neki elég, ha a lány felköltözik. Kik vannak még odalent? kérdezte. Az édesanyám, meg az öcsém. A szolgálónk az elmenekült. Szegény öcsém sebesülten fekszik, és nagyon rosszul van. A németek elvitték Sáncotásni, pedig még csak 15 éves. Jött egy akna, és. és a repezdarabok alábába mentek, de ott hagyták a Sáncnál. Vérében félholtan. Másnap egy falubeli öreg bácsi hazahozta a taigán. A lány hangja remegett a felindulástól, de visszatartotta a sírást. Tekintette a kekszes dobozra esett. Vihetnék neki egy szeretet ebből a csokoládésból? Bóni arca felragyogott. Hát, hogy ne, természetesen, nem egyet, vigye az egész dobozt. Van még egy másfajta kekszem is, azt is szívesen odaadom. Azon még több csokoládé van. És már ugrott is, és a szoba sarkában felhalmozott podgyászok között keresgélt. Megvan, kiáltotta diadalmasan. Örült, hogy most lefőzheti bárkert, aki csak udvarról beszél, de arra nem is gondol, hogy valamit adhatna a lánynak. Nagyon köszönöm, mondta a lány Bunninak. Szegény Beppó, nagyon fog neki örülni. Sietek le hozzá, úgyis már át kell kötni a sebét. Estére mindig átázik, borzasztó. Van steril kötszerük? kérdezte Doberi őrnagy. Mert ha nincs, szívesen adunk. Köszönöm, rebegte Giovanna. Maguk olyan jó. A könnyes, hálás tekintette most megint megzavarta Doverit, mintha csak Mirjam nézne rá. Bonnie rögtön vállalkozott, hogy ő majd bekötözni a fiúsebét. sebét. Kijelentette, hogy a tiszti iskolában ő volt a legügyesebb az első segélynyújtási gyakorlatban. Parker kapitánynak ez sehogyan nem tetszett. Mi az ördögött tolakszik bunni? Hagyná őt kettesben a lányjal. Biztosan nem vonatkozna vele odakint a korom sötét kertben. De Bóni velük megy, fontoskodik, ő is jön a pincébe kötözni. Na se baj, később majd csak lerázda és elküldi. A lány a alá szorította a két nagy dobozt, mint valami értékes zsákmányt. Illedelmesen megköszönte a vacsorát is, aztán hirtelen eszébe jutott egy angol szó, hogy mondják jó ét. Egy divatos dalnak volt a refrénje, gyafran hallotta a rádióban. Good night, good night. A hangja édes volt, és szinte belenyíl a George Toveri szívébe. Szerette volna megsimogatni a lány arcát, vagy valami gyöngét szót mondani neki. Igen, valami furcsa gyöngétség fogta el a lánya szemben már az első pillanatban. Vajon Barker mit akarhat vele? Nem kétséges, csak egyet akarhat. Jó, hogy bonni velük megy. Bárker dühös volt. Ahogy kiléptek a sötét kertbe, rögtön belekarolt a lányba. Közben, mint egy véletlenül hozzáért a lány melléhez. Keményen feszülő kis melle, még izgatóbb volt a vékony sejem blúzon át, mintha födetlen volna. Bárker most ismét hozzáért, de ez már simogató mozdulat volt, bár még mindig véletlennek vehette, tekintve a teljes sötétséget, ahogy ügyetlenül patarkáltak a pince felé. A lány, mintha mégis észrevett volna valami szándékosságot, most Bunnihoz húzódott, sőt, megfogta a hadnagy kezét. Majd vezettem magukat. Itt lépcső van, vigyázni kell. A ház végében külön kis épület volt a pince. Rozoga lépcsőkön haladtak le, ócska hordók, kerti taligák és egy fok nélküli létre tűnt fel, ahol bárker most felkattintotta a zseblámpájának édes fényét. Újabb ajtó következett, mielőtt ide beléptek, a lány bekiáltott. Én vagyok, én vagyok, ne féljetek! Az ajtó kinyílt, kövér, fekete hajú asszony állt az ajtóban, s rémülten tekintett a két idegen katonatisztre de ezek barátságosan olaszul köszöntötték. Az egyik, a fiatalabb, még kezet is nyújtott neki. – A tiszturak igen jók, mondta Giovanna. Nézd, anyám, mit adtak nekem, egyél belőle. És Beppónak kötszert, orvosságot. És a hadnagyúr beköti a sebét. Beppó meg fog gyógyulni, jobban lesz rögtön. Az asszony lassan felengedett. A rémület lassan bizakodó mosolyá vált az arcán, és szapora, gyors beszéddel betessékelte őket a helységbe. Egy füstölgő mécses világította meg a szobának alig nevezhető lomtárt, ahol a falak mellett kerti szerszámok, ásók, kapák, kerebék voltak támasztva. A sarokban pedig egy sezlonon, magasra polcolt dunyhák alatt egy fiú feküdt. Sován gyermek gyermekarcából nagy, lázasan csillogó fekete szempár tekintett rájuk. A fogai vacogtak a láztól, keskeny homlokán verítét cseppek gyöngyöztek. Beppó drágám, nézd, mit hoztam neked! Finom csokoládét! Kibontotta ezüst burkából a kekszet és oda nyújtotta az öcsének. De az félrehúzta a láztól cserepes ajkát. Beppo, carissimo, mio, beppo, egyél, nagyon finom, hiszen éhes vagy, nem vagy éhes. A fiú nem válaszolt. Fátyolos, révő tekintetével, mintha a mennyezett dohos boltívét nézegetné, nem is nézett a nővérére. Az asszony az ágylábánál sopánkodott, bergő, gyors szavaiból alig érthettek valamit. Átkozta a németeket, Elvitték ezt a gyereket sáncotásni, pedig mondta nekik, kérem, ez csak 15 éves, még nem köteles menni. De vitték mégis. Most meg itt van, csupa repesz darab a lába, el is gennyesedett már, majd még nyomorék lesz örök életére, vagy meghal. Úr Jézus, még meg is halhat. Mentsék meg, tiszturak, Jézus szent nevére kérem, mentsék meg az egyetlen fiam. Mindenünk oda veszett, ki lettünk rabolva, az uramról sem tudok semmit. Csak az egyetlen szép fiam, ez ne halljon meg nekem. A két tiszt tanácstalanul állt az ágy mellett. A fiú szemlátomást nagyon rosszul volt. Tekintete a semmibe merett, nem látta se a nővérét, se őket. Valami ködös messzeségben egy parancsnokot látott, nagy tornacsarnokban menetelnie kellett. Nem bírok, akarta kiáltani. Nem bírom emelni a lábam. Fáj, fáj! De a parancsnok csak vezényelt, a balliláknak most éjjenezni kellett. Eviva Mussolini, Eviva Mussolini! Reketten tört elő a hang a fiú cserepes ajkáról. Bárker ránézett Bunmira. A fiatal hadnagy nagy zavarban volt, kínos, mikor a megszálló angol haderő tisztjei előtt éppen Mussolini éltetik. De hát ez a fiú önkívületben van szegény. Megpróbálom átkötni a sérüléseit, itt a steril géz mondta, és felhajtotta a takarót. Giovanna és az anyja is segített. A fiú lábai törőközőbe voltak kötözve mindegyiken már átütött a vér és a geny. Mikor Bonni hozzáért, a fiú felordított fájdalmában. Bonni még egyszer megpróbálkozott, de a fiú még nagyobbat ordított, és a fájdalmában szinte feldobta magát. Az átázott törölközőből undorító geny szagárat, és az alut émeítően édeskész szaga. Bárker elfordította a fejét. Sehogy sem volt innyire ez az egész dolog. Ez a családi jelenet, a siránkozó asszony, meg ez a fasiszta kölyök. Semmi köze hozzájuk. A lány szép, azt tetszik neki. De ezekkel nem hajlandó az idejét vesztegetni. Akkor inkább lefekszik. Végre is napok óta nem aludt ágyban. Kórházba kell vinni a fiút. Csak ez az egy megoldás van, mondta. Igen, Kórházba. Ott megmentik, ugye? Ott nem hagyják meghalni az én drága kisfiamat, siránkozott az asszony. Kedves jó tiszturak, vitessék kórházba. Sajnos azt most nem lehet. Talán egy-két hét múlva. Ha előrébb jön a hatább vonal, lesz kórház is. De most nem is tudnám megmondani, milyen távolságra van innen a legközelebbi hadikórház. Egy, két, hét, ismételte a lány. De hisz addig meghal. Biztosan meghal. Nézze, már egészen eszméletlen. Most lett ilyen rosszul, mikor felmentem, még beszélt, szólt hozzám. Kenyeret kért. Ó, mentsék meg, próbálják kórházba juttatni. Most a lány könyörgött, és ez inkább hatott bárkerre, de nem tehetett semmit. Nézze, a legközelebbi kórház innen elérhetetlenül messze van. Különben is az öccse polgári személy. Ez itt pedig szigorúan hadizóna. Most nem tehetünk semmit. Igazán sajnálom. Talán az őrnagy úr tehetne valamit, ajánlotta Bunni, aki röstelte, hogy sebkötözési tudományát nem mutathatta be a lány előtt. Az őrnagy úr talán tehetne valamit, meg fogom kérni, mondta a lány, most azonnal megkérem. Mikor ismét kijutottak a pincéből, Bárker szinte fellélegzett. Már egyenesen az idegeire ment az olasz asszony sopánkodása, és ez az egész buta helyzet. A lány tetszett neki, de ez nem ok, hogy ott virasszon abba a bűzben a fiú mellett. Háború van, különben emberek is meghalnak. Doveri sem tehet semmit legfeljebb valami bíztató ígérettel megnyugtatja a lányt. Legalább nyugodtabb lesz, és akkor kihívja a kertbe sétálni. A többi aztán jön magától. Még jó, hogy a sarokszobát választotta magának, kulcs is van az ajtón. Gyönyörködve nézett a lányra, aki kipirultan és izgatottan sietett most az őrnagyhoz. George Doveri már éppen lefeküdni készült, még elszívott egy cigarettát, megitta a maradék viszkijét. Clark főhadnagy nagyokat ásított, és azon bosszankodott, hogy elhagyta a pizsamáját. Ma végre ágyban alhatom, és erre nincs meg az egyetlen pizsamám. Nem láttad a pizsamámat? kérdezte a belépő bunnitól. Te rakosgatsz mindig. Azt a csikosat? De, láttam. Kölcsön adtam egy zebrának. Szerencse, hogy elveszett, olyan voltál benne, mint egy szing rab. Clark elnevette magát. Ez a széles, vidám nevetés most bántóan hatott a lányra, aki a félholt testvére mellől jött be. Örnagy úr, kérem, könyörgök, juttassa a kórházba az öcsémet. Meghal különben, biztosan meghal. Könnyes tekintetével könyörögbe nézett fel Doverire, Megragadta a kezét, és úgy kérte. Őrnagy úr, tegye meg, biztosan meg tudná tenni. Szegény Beppó már eszméletlen. Biztos vérmérgezése van. A kórházban még meg tudnák menteni. Mentse meg, az egyetlen testvérem, olyan nagyon szeretem. George Doveri elfordította a fejét. Nem bírta el ezt a pillantást, mintha csak mérjem könyörögne. Mírjam aki hiába könyörgött neki. Hiába, mert ott hagyta, és mégis Kairóba ment. Ott feküdt Mirjam mesztelenül a kereveten. Karcsú, bronzszínű testét szinte rázta a vad zokogás. Ő mégis elment. Aztán nem látta többé, csak egyszer még a gyilkolás tébújult pillanatában. Mirjam ölni akart. Ölni tudott volna féktelen szenvedélyében. És mi történt aztán? Szegény kis mérjem halálának titkát az alexandriai rakkorház őrzi. Pedig meg lehetett volna menteni, meg kellett volna menteni idejében, de ő elkésett. Elkésett kapitányúr, mondta az írnok, ott a börtönirodában, tegnap temették. Őrnagy úr, ha most nem vitetjük kórházba, elkésünk vele. tegyeme tegyen valamit. Csovanna nem értette, miért fordítja el az őrnagy az arcát. Talán haragszik, talán mégis túl nagy merészség a kérése. Rendben van, én magam viszem a kórházba. Ponni, intézkedj, a kocsim perceken belül legyen itt. Most pedig adjatok egy térképet. A tisztek összenéztek. Az őr nagy tisztára meg van őrülve. Ma végre kipihenhetné magát, ágyban alhatna. A napokig tartó támadás elvégre nem volt gyerekjáték, és erre fogja magát, és sebesültet szállít. Az őrnagy a térkép fölé hajolt. Azt nézem, hogyan juthatnék el a 418-as hadikórházba. Sehogy, szólt közbe Bárker, akinek egyáltalán nem tetszett ez a fordulat. Még nem tudta, a lányt is viszi -e, vagy az itt marad. Ha igen, akkor rendben van, de ha a lány is megy, akkor... Az őrnagy tovább tanulmányozta a térképet. A volt turnó túlsó partján volna egy amerikai hadikórház, de úgy látom, a hit fel van robbantva. Marad mégis a 418-as. A lány megbabonázva nézett az őrnagyra. Hát, megteszi, megmenti Beppót. Nem is tudott most szólni, csak várt, mi lesz most, mi következik. A fiút csomagolják takaróba, aztán mehetünk. Úgy is késő van, hajnalra pedig szeretnék visszajutni. Addig is, ha valami előadódna, bárki kapitány helyettesít. Ha esetleg keresnek, Hát, terepszemlén vagyok. Itt a kocsi, jelentette a sofőr. Néhány perc múlva Bárker megrökönyödve látta, hogy a lány is megy. Az eszméletlen fiút felrakták a kocsira, az anyja siránykozva segítette fel, és még egy takarót ráborított. A lány mellé ült, félig az ölébe vonva a beteget. A jóságos Jézus vezérelje az útjukat. Rebegte az asszony, és siránkozva keresztet vetett. dolábban egy falunál nagyobb, de városkának mégsem nevezhető helységben volt a 418-as hadikórház. Egy iskolát alakítottak át erre a célra. Kívül belül kifestették az ódon két emeletes épületet, amely most szinte ragyogott a tisztaságtól, a vakító fehérségtől. Az osztályokból kortermek lettek. A földszinten külön terem a polgári sebesülteknek. Ha valaki belépett a kórházba, rögtön olasz beszéd ütötte meg a fülét, mert az olaszok még sebesülten, betegen is örökösen zsibonktak, kiabáltak. a jobban voltak, még énekeltek is. Mikor a kedvencük, Gibbs doktor kisasszony lépett a korterembe, nem törődve a többszöri figyelmeztetéssel, hogy ez tilos, mindig éjjenezni kezdték. Elvivalá, dottoreszá! A doktornő ilyenkor elmosolyodott, de kijelentette. Ha még egyszer így lármáznak, akkor holnap egyáltalán be sem jön hozzájuk. Elvégre késő este van, a többi korteremben alosznak már. Ma éjjel, mint leggyakrabban, megint Gibbs tornő volt az ügyeletes. A két másik alorvos jobb szórakozásnak tartotta bemenni a városkába, ahol egy tavernában jó csínzánult mértek, és valódi jambó zenekar játszott. Ellen Gibbs fő rangban szolgált a hadseregben. Ha valaki először látta, nyugodtan nézhette volna fiatal medikának simán hátrafésült, világos barna hajával, csontkeretes szemüvege mögül, élénken csillogó tekintetével, olyan volt, mint egy diáklány. De a szája sarkában volt egy energikus vonás, és olyan, ha túlságosan kimerült, ez a vonás édesen kirajzolódott, és szinte szigorúvá tette, különben kedves arcát. Ellen rengeteget dolgozott, sokáig teljesített szolgálatot kint a tűzvonalban, egy segélyhelyen, ahová nőket csak nagy ritkán osztottak be. Igaz, hogy a zúbonyán olyan kitüntetést viselt, amelyre bármely férfi is büszke lehetett volna. Remélem, ma könnyebb éjszakánk lesz, mint tegnap előtt, mondta Miss Perkins, az ügyeletes ápolónő, miközben a tükör előtt feltette a fityulát gondosan kibodorított fürtjeire. Már megint kifestette a száját, Miss Perkins. Mi értelme van ennek, a szolgálatban van? kérdezte a doktornő, és a hangjában határozott rosszallás volt. Mi értelme van? mosolygott az ápolónő, én szeretek mindig csinos lenni, hiszen sohasem tudhatom, melyik percben hoznak be valakit, akinek érdemes lenne megtetszeni. Minden hordágyra úgy nézek, hogy nem tudhatom. A rajta fekvő sebesült neme a nagy sanszot jelenti számomra. Hát, ha így gondolkozik, Miss Perkins, helyesebb lenne, ha egy cukrászdába menne kiszolgálónőnek, és nem a frontra ápoló nőnek. Téved, doktornő! A cukrászdába a férfiak mindig párosával térnek be, de ha egyedül, akkor sem érzik azt a meghatott hálát, ha egy csésze teát szendvicssel elébük teszek, mintha itt egy lényegesen prózaibb edény tolok alájuk, és orvosságot adok szendvics helyett. A doktornő elnevette magát, tetszett neki ez a gátlástalan őszinteség. És mondja, eddig hány kérője akadt a sebesültek közül? négy vőlegényem volt eddig, de sajnos, mint utóbb kiderült, a legtöbb ezek közül nős volt. Na látja, kár volt ezt a sok rúst elpazarolni, főleg pedig azt a sok időt, amit ezzel a hajbodorítással eltölt. Tehogy volt kár, Sőt, megbocsát a doktornő, ha azt mondom, szintén jól tenné, ha kibodorítaná a haját, hiszen sokkal jobban állna, mint így simán hátrafésülve. Én nem akarok senkinek se tetszeni, mondta elutasítólag a doktornő, és a kórháznaplót kezdte lapozgatni. Miss Perkins vállat vont, nő, gondolta. Túl komoly az a baja, pedig milyen csinos még így is, ezzel az örökös szemüvegével. Azt mondják, a kórházparancsnok megkérte a kezét. Vajon igaz-e? Mi lenne, ha egyszerűen megkérdezném tőle? Ö, ne vegye tolakodásnak, doktornő, de mikor szabad gratulálni? Úgy tudjuk, rövidesen férhez megy a kórházparancsnok úrhoz. Hmm, de rosszul tudják mert nem megyek hozzá. Egyáltalán soha nem megyek férhez, tette hozzá, és hangjában, mintha valami folytott keserűség bujkált volna. Miss Perkins már meg is bánta, hogy megkockáztatta a kérdést. Felesleges bizalmaskodás volt, legjobb, ha most sürgősen eltűnik. Halkan kiment a szobából, ha kell, majd csengetnek érte. Ellen Gibbs Összecsukta a kórház naplót. Soha nem megyek férhez. Furcsa. Ezt ilyen határozottan még nem jelentette ki senkinek. Most, mintha saját magát is meglepte volna, ez a kijelentés. Úgy látszik, ez a mondat így készen, megfogalmazva, már benne élt régen, csak alkalom kellett rá, hogy kimondja. De miért? Tényleg hozzá mehetne doktorhoz. Jó ember, okos ember, kitűnő orvos. Ha véget ér a háború, közös rendelőt nyithatnának Londonban. A Herli Streeten. Kis Szulívaneket szülhetne, aztán lassanként abba hagyná a kutató munkát. Kísérleteiről nem írna cikkeket a szaklapokba, hanem pudingreceptekkel kísérletezne amelyeket a szakács nőjével tárgyalna meg. Nem, nem bágyik erre. Az önállóságát, a függetlenségét nincs kedve feláldozni. Ezt egy férfi sem érné meg. Vagy mégis. Eszébe jutott valaki, akiért mindezt boldogan feláldozta volna. De annak nem kellett ez az áldozat. Sőt, ő maga sem kellett. Egy napon elment, udvarias búcsú szavai, már nem jelentettek semmit. Fájt nagyon, de ellen nem tudta fegyelmezni magát, egyetlen könnyet sem ejtett. A szerelmi bánatot szentimentális varró lánykáknak találták ki, nem neki. Sullivan doktorral odakint a tűzvonalban ismerkedett meg, és kölcsönösen csodálták egymást ellen a doktort, aki a legnagyobb aknatűzben olyan hideg vérrel operált, amputált, mintha egy jól felszerelt szanatórium nyugodt légkörében tenné. Sullivan viszont ellen bámulta, aki képes volt a saját fekhelyét átadni egy sebesültnek, még akkor is, ha már több éjjel egyhuzamban dolgozott, és 70 kilós operáltakat cipelt le egy maga a bunkerba ha hirtelen senki sem volt kéznél. Most, hogy sullivan parancsnoknak nevezték ki a 418-as hadikórházba, első dolga volt, hogy Ellen Gipset behozta ide. Itt már volt alkalom hosszabb beszélgetésekre. Nagyon sokra becsülték egymást, mint orvos és mint ember is. De mint nő és férfi nem, így sohasem álltak szemben egymással. Az örökösen plegykázó ápolónők persze félreértették ezt a barátságot, de flörtnél még ők is többre tartották, és házasságot szimatoltak. Sullivan doktor tényleg házasságra gondolt, ha egyelőre nem is beszélt róla, de nem akart elébe vágni a dolgoknak. Egy esetleges visszautasítás nagyon bántotta volna. Túl volt már a negyvenen, viszont ellen csak 28 éves volt. Tökéletesebb élettársat, mint ellen, nem tudott volna elképzelni a maga számára. Ugyan az a lelki konstrukció, mint ő maga. Testileg valószínűleg kissé frigid, mert ha nem volna az, alkalmat adott volna a közeledésre, vagy viszonya volna valamelyik fiatal tisztel. De nincs, ez biztos. Tényleg, ellent nem érdekelte senki. Ha szabadnapos volt, cikket írt vagy tanult. Minden pénzét drága szakkönyvekre költötte. Egyetlen ruhája sem volt. Ha nem az orvosi köpeny volt rajta, akkor a főhadnagyi zubbonyt hordta. Női ruhája nem volt egy sem. Néha kísértés fogta el, ha látta az olasz nőket, akik alaposan kiöltöztek a megszálló angol csapatok számára, ezer színű ruhákban pompáztak, és virágos florentin kalapokat viseltek. Egy napon végre ellen is elhatározta, hogy sejem ruhát vásárol. Már csak a florentin kalap kedvéért. Szabadnapos volt, bement a városkába. De mikor egy könyvkereskedő kirakatában egy régóta keresett, különleges, latin nyelvű szakkönyvet pillantott meg, nem tudott ellenállni. Bement és megvette. A ravasz olasz olyan borsos árat kért, hogy ellen először megdöbbent, de végül mégis úgy tért vissza a kórházba, hogy a szalagos Florentin kalap helyett a vaskos orvosi könyvel tért meg, melyet úgy szorongatott a hónalat, alatt, mint valami zsákmányt. Ma éjjel is, hogy ügyeletes volt, lehozta magával, hogy jegyzeteket készítsen belőle. Az éjszaka csendesnek ígérkezett, alig volt légi tevékenység. Az arcvonal is jóval távolabbra került. A gyors hadtest az utóbbi két napban ismét nagy tért nyert, már átjutott a kavoltorón. Ellen nyugodtan dolgozott. Miss Perkins néha benézett, aztán visszavonult a folyosóra, ahol a kék éjszakai égő homályos fényénél szorgalmasan kötött. Pulóvert készített a legközelebbi vőlegénye számára, aki egyelőre még meg sem jelent a láthatáron. Az eddigi is kaptak tőle féléket. Egyáltalán Miss Perkins ugyanolyan szorgalommal kötötte a pulóvereket, mint az ismeretségeket nem is volt olyan utolsó dolog az ő vőlegényének lenni, hiszen kimondottan adakozó természetű nő volt, aki az érzelmeink kívül dupla adag kompótokkal, csokoládéval, saját kötésű állakkal halmozta el a kiválasztottját, na meg fényképeivel, de ezeket elvégre nyugodtan el lehet dobni. Ő, hogy amíg a jegyesség tartott, a szíve felett viselje az illető. Éjfél előtt megszólalt a csengő. Odalent nagy dörejje, felcsapódott a nehéz tölgyfa kapu, és autó gördült be rajta, beteget hoztak. Ellen abba hagyta a munkát, és lement a felvételibe. Megrökönyödve pillantotta meg Mr. Perkész, aki a mosdó feletti tükörben az arcát puderozta. Hát ez mégiscsak túlzás, hogy ilyenkor készíti ki magát, ahelyett, hogy a sebesültnek készíteni az ágyát. Mm, bocsásson meg, doktornő, már is csinálom az ágyat. Kit hoztak be? Biztosan megint egy sanszot, ha maga számára. Nem, de hogy egy olaszt, még gyerek. Hát akkor meg minek szépíti magát, kinek? A kísérőjének. Jaj, micsoda remek férfi. Egy fiatal őrnagy. Az hozta be a kocsiján a fiút. Bemutatkozott nekem Doberi őrnagy. Hogy mondja? Doberi? Igen, a doktornő ismeri talán. Igen, ismerem. Ellen furcsa izgalmat érzett. George Doberi van itt a nagy szerelmi dráma hőse, aki nem is sejti, hogy ebben a drámában ő, a szerény kis doktornő is szereplő volt. George Dovery ott állt a folyosón, és az ügyeletes tisztel beszélt. Az olasz fiút hordágyra emelve éppen vitték az ambulanciára. Egy lány is velük volt, nyilván a fiú testvére. A homályos folyosón a gyérkék fényben első pillanatban nem ismerte meg a doktornőt. Nagyon ismerősnek tetszett ez a szemüveges fiatal arc. Mikor aztán megszólalt, a hangjáról ráismert. Gibbs, doktor kisasszony, ez aztán a meglepetés. Hogy kerül ide te randolába? Főhadnagy vagyok, itt dolgozom most. S mikor jött el Egyiptomból? nem sokkal később, hogy a Gold Stream gárdát elvitték. Ellen tudta, hogy most csak egy kérdés következhet. Mi történt Annával? Mi történt az asszonynal, akit George Doveri annyira szeretett? Ellen még nem döntötte el magában, hogy erre mit fog válaszolni. ennyiben fogalma sem volt, hogy mit mondjon az igazat, vagy valami sablonos, kitérő választ. Minden esetre időt akart nyerni, legalább néhány percet. Ott hagyta az őrnagyot, és besietett az ambulanciára, hogy megnézze a sebesültet. A fiú nagyon rossz állapotban volt, magas seblázban félrebeszélt. Ellen bemosakodott, hogy ellássa a sérüléseit. Az egyik comb már üszkösödött, talán csak az amputáció segíthetne. Ne kell hivatni Sullivan doktort. Miss Svitin, a műtősnő, elszörnyedt, mikor a piszkos átázott kötéseket leszette. Hogy ezek az olaszok milyen mocskosak! Aztán csodálkoznak, ha vérmergezést kapnak. Ne sopánkodjon, Miss Svitin, hanem siessen, rögtön lejön Sullivan doktor. Amputáció lesz? Reméljük nem. Szegény gyerek, olyan fiatal még. A fiú most felnyitotta a szemét. Lázas, révült tekintettel nézett körül a fehérre festett helységben, az idegen arcokra, a szemüveges orvosnőre, aki fölé hajolt és megsimogatta a homlokát. Az öreg műtősnőre, aki most egy inekciós tűvel közeledett felé. Beppó, drága kis testvérem, az olasz lány sonfordált be az ajtón, és félénken közeledett a fiúhoz. Ugyanaz a nagy fekete szempár, mint a fiújé, de telve bizakodással. Ugye meggyógyítják, ugye nem hal meg? Miss Svitin szigorúan rámordult, hogy azonnal menjen ki, hogy merészelt ide egyáltalán bejönni de Ellen szeliden megnyugtatta, ne féljen, nem lesz semmi baj, csak menjen ki. Kint a folyosón türelmetlenül várakozott Doveri nagy. Már alig várta, hogy a doktornő kijöjön és beszélhessen vele. Talán tud valamit annáról. Azon a napon, mikor az admirál Nézzon kifutott az alexandriai kikötőből, azon a napon még ott volt vele Ellen Gibbs, még találkozhatott vele, beszélhetett vele. George alig tudott uralkodni az izgatottságán. Most végre valami írt hallhat róla. Lehetetlenül hosszúnak tűnt az idő, míg a doktornő visszajött. Közben a kórház parancsnak is lejött, azzal is kellett néhány udvarias szót váltania, na meg ezzel a kis ápolónővel, aki itt sürgölődik körülötte, csáb mosolyokat vetve rá, ahelyett, hogy a pokolba menne már. Aztán itt van a kis olasz lány is. Ez nem mer szólni, csak félénken ácsorog. A műtőbe bemerészkedett, onnan kizavarták. Ha most megtud annáról valamit, ennek a kislánynak köszönheti, illetve saját magának, hogy behozta ide a fiút. Micsoda véletlen, Bejön ide a 418-asba, és az első, akit meglát, Kipsz doktornő, az alexandriai Szent Nepomuk Kórház orvosnője. Végre nyílik az ajtó, és kihozzák a fiút. A kis ápoló ápolónő legalább eltűnik, de most meg a kórház parancsnokkal kell beszélgetni. A fiú rendbe jön, amputáció nélkül. Szerencsére még idejében került ide, de holnap már késő lett volna. Szepszises tünetek mutatkoztak már. Sullivan doktor hosszas fejtegetésekbe kezdett, majd érdeklődött az előnyomulás felől. George válaszolgatott, de végül is eljutott arra a pontra, amikor a türelme elhagyta. Beszélhetnék magával négy szemközt, Gibbs doktornő. Valamit okvetlenül szeretnék kérdezni. Kérem, a világért sem zavarok, mondta Sullivan, sértődötten és elköszönt. Annáról tud valamit. Találkozott vele azután, hogy én elkerültem Alexandriából. Hm, nem találkoztam, de tudom, hogy elment vissza Európába. Szeptember 17-én ment az utolsó hajóval az eszperiával. Ilyen pontosan megjegyezte a dátumot? Igen, mert azzal a hajóval ment el Zila Hizoltán is. Az a szimpatikus magyar orvos, aki megmentette Anna életét? Igen. Ellen most egy pillanatig tétovázott, hogy elmondjon-e mindent, vagy jobb, ha mégsem kavarja fel az őrnagyot. Minek? Nem volna értelme. Kérem, beszéljen, doktornő, érzem, még akar valamit mondani. Minden, ami annával kapcsolatos, fontos nekem. A háború kitörése elszakított tőle, akit jobban szerettem, mint az életemet. Ő is magát. Azon a napon, mikor maga elment, Anna Jörgensen meg akart halni. Megmérgezte magát. Az Istenért. Zilahi doktor közömbösítette a mérget, a négyes szolga még idejében áthívta. Anna meggyógyult, és a doktorral együtt visszamentek Magyarországra. George alig tudott uralkodni magán. Anna meg akart halni. Képes lett volna eldobni a fiatal életét. De él, él. Viszont látja egy napon, ha véget ér a háború fel fogja keresni, ha a világ végére is kell mennie érte. Ellen Gibbs arcán most megjelent az a fáradt, keserű vonás, a hangja se csengett úgy, mint máskor. Igen, Zilahi Zoltán másodszor is megmentette Anna életét, de saját magát talán elvesztette. Hirtelen, oldhatatlan honvágy fogta el, és visszament a hazájába. Budapestre mentek? Mit gondol, doktornő? Még oda tudtak jutni? Igen, szerintem valószínűleg. Ellen nem beszélt tovább, nem mondta el, hogy Zilahi Zoltán beleszeretett az asszonyba. Minek? Mindez most már úgy is mellékes. Nem valószínű, hogy valaha még összetalálkoznak az életben. Budapest messze van, ellenséges ország köztük a végtelen nagy frontsáv, az egész közép-európai arcvonal választja el őket. Hány ezer embernek kell még meghalnia addig Hitler hatalmi tébolyáért, a fasiszta rögesznékért? Lehet, hogy Zoltán is katona a szövetségesek ellen. Ha erre gondolt, végtelen keserűséget érzett. Ma még ki nyitottam a rádiót, Akarja a híreket meghallgatni. Megiszik közben egy erős kávét. Köszönöm, az jó lesz. Már néhány éjjel nem aludtam. Bementek a doktornő szobájába. George kinyitotta a rádiót, ellencsészéket készített, kibontott egy fekete kávés konzervet. Most az éles világításban jobban megnézte a férfit. Megállapította, hogy nem változott semmit ugyanolyan hódító külsejű, mint öt évvel ezelőtt. Élénk kék szemének fénye töretlen, szálfa egyenes a tartása, legfeljebb az arcáról hiányzik, az a napsütötte bronzszín, amit az afrikai nap égetett rá. A háború viszontagságai úgy látszik, nem tudták megtörni George Doveri, ma is az a férfi, akibe első látásra beleszeretnek a nők. Itt a példa, a kis Miss Perkins. Éppen jött is be valami ürügyjel. Doktornő, kérem, ennek az olasz gyereknek adja altatót? Felesleges, az inekciótól úgy is aludni fog. Az ápolónő most csábos pillantással fordult az örnagy felé. A kis olasz lányt beengedtem, ott ül a korteremben a fiú mellett. Készítsek neki is valahol fek helyet. Nem, semmi esetre. Megyünk már is vissza. Miss Perkins visszavonult, de látszott rajta, hogy szívesen inna kettesben fekete kávét az őrnaggyal. A rádió most a légicsatákról csatákról számolt be. Budapest fölé zárt kötelékekben nehéz bombázóink repültek be. Több hadifontosságú célpontot bombáztak. Német hadigépezetet szolgáló gyártelepeket, Pályaudvarokat, német katonaságtól megszállt középületeket. A magyar főváros több helyen hatalmas lángalék. George elzárta a rádiót. A doktornő ránézett, és pontosan tudta, mit gondol, mit érezhet most. Az asszony ott van, az ellenséges, égő, halára ítélt városban. Talán éppen most, ebben a pillanatban omlik rá a törmelék, hogy örökre eltemesse. Vagy benne ég a tűzben, tündöklő szőkeségéből, nem marad más, mint néhány megszenesedett csont. Vagy repes darabok sebezik halára. Nem, nem, írtózatos ez a háború, szólalt meg szeliden Elengipsz, és konyakot töltött az nagy poharába. Csirió! George Doveri egy hajtásra kiitt az italt, aztán elbúcsúzott. Kint a folyosón ott átsorgott a kis olasz lány, és felragyogó szemmel nézett rá. Mielőtt megakadályozhatta volna, odaugrott és megcsókolta a férfi kezét. Megmentette Beppót, köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm. George-nak ez kínos volt, szinte szigorúan szólt rá a lányra. Ne nekem köszönje, hanem a doktor kisasszonynak. A lány most a hebeget valami köszönetfélét ellennek, majd oda ment a kórház is, aki épp most lépett ki a folyosóra. Ez szórakozottan megberegette a lány arcát, néhány sablonos szót mondott neki, közben fürkésző pillantással figyelte, hogy búcsúzik el az őrnagy nagy ellentől. George mélyen meghajtotta magát a doktornő előtt, de nem csókolt neki kezet. Remélem, még találkozunk, mondta melegen. Én is remélem. Miss Perkins is előkerült, a fiú takaróit hozta, nincs szükség rájuk, hazavihetik. Ő maga segített berakni az autóba, forró mosolyáról ítélve, amivel az őrnagyra nézett, nyilván inkább saját magát pakolta volna fel melléje a takarók helyett. Ahogy kigördült az autó, a kórház parancsnok oda ellenhez. Fájt a búcsú, kérdezte. Hangjából akármennyire igyekezett is leplezni, határozott féltékenység árat. Ellent ez meglepte. A komoly az okos Soliven doktor féltékeny. Erre igazán nem számított. Soliven tehát nem csak az embert vagy a jó orvost becsüli benne, hanem mégiscsak elsősorban a nőt. A nőt, akit most behívott a szobájába egy másik férfi, ha csak néhány percre is. Nem fájhat a búcsú valakitől, akihez semmi közünk sincs. Akihez nincs közünk, azzal nincsenek titkaink, és nem vonulunk vissza négy szemközti beszélgetésre. Engem például még sohasem hívott be a szobájába. Most behívom, ha óhajtja. Még talán forró a fekete kávé. Köszönöm, de a világért sem akarnám megzavarni a hangulatát, amit ez a találkozás idézett fel magában mert hogy Doveri őr nagy fontos szerepet játszhatott az életében, azt rögtön megállapítottam. Hmm. Nem rossz a megállapítása, tényleg szerepet játszott. Csak nem azt a szerepet, amire maga gondol. Beléptek ellen szobájába. Sullivan doktor vizsla tekintettel nézett körül. Első pillantását az ágyra vetette. A fehér kórházi takaron egyetlen gyűrődés sem volt. Mereven, érintetlenül volt megvetve, semmi áruló jelét nem mutatta egy váratlan viszontlátásból kirobbanó, hirtelen önfelett Az asztalon a kávéscsészék és elszívott cigaretta végek csupán egy beszélgetésről tanúskodtak. Nem, Ellen nem az a nő, aki ellen felfogta a férfi vizsgálódó pillantásának az értelmét. Szinte meghökkent erre a felfedezésre, hogy Sullivan ilyen kevésre becsüli őt. De szokott nyugodt mosolyából azt nem láthatta a férfi. Foglaljon helyet és igyon egy csészte kávét. Kinyissam a rádiót. Doveri nagy megkért rá az imént. Érdekelték a hírek. Engem nem érdekelnek. Maga érdekel ellen, tudja jól. Tudom, és azt is tudom, hogy főleg az érdekli, miközön van az őrnagyhoz. Egyiptomból ismerik egymást, ha jól hallottam. Igen, a háború előtt ott voltam, Alexandriában. Nem tudom, ismeri-e a közelkeletet? Gyönyörű. minarettek, pálmaligetek, márványt paloták a tengerparton. Hmm... Szép lehet. Nagyon szép. Én az Európai Negyed egyik kórházában a Szent Nepomukban dolgoztam. Ez volt az első állomásom. Tere voltam ambícióval, és talán egy kicsit boldog is voltam abban az időben. Jött egy férfi az életembe, aki majdnem olyan fontos lett nekem, mint a munkám. És ez a férfi volt Doveri? Nem, egy magyar orvos volt. Ő is ott dolgozott a kórházban. Két év telt el, és egészen közel kerültünk egymáshoz. Mennyire közel? kérdezte most és a tekintete ismét fürkészővé vált. Fontos ez! Nem mindegy magának, hogy akkor, 23 éves koromban, odaadtam-e magamat annak a fiatal férfinak, akit szerettem, vagy sem. Azt hiszem, ez most lényegtelen. Nem tudom, rájöttem már arra, hogy minnyáján csak bábok vagyunk a sors kezében. Vékony dróton rángatott bábok, akik a véletlen szeszélyeitől függünk. Ha a véletlen nem hozza oda George Doverit a szent napomukba, ma nem volnék itt a fronton. Az biztos. És ez a Doveri mit csinált Egyiptomban? Ott szolgált a Goldstream gárdában, akkor még kapitány volt. Egy napon, ahogy ma behozta ide ezt az olasz fiút, egy nőt hozott be a kórházba. A karjaiban cipelte, a nő vérzett, leszúrták. Ó, izgalmas eset lehetett, és ki volt a nő? A nő a kapitány kedvese volt, az ő lakásán szúrták le. És ki volt a gyilkos? Egy félbérlány, a kapitány rég kedvese. Hó, kézdráma! dráma. A nő meghalt? Nem, felgyógyult. És képzelje, a magyar orvos a saját vérét adta a transfúzióhoz. A nő is magyar volt, honfitársak voltak. Azt mondják, a magyar nők nagyon szépek. Nyilván ez is csinos lehetett. Igen, szép volt. Az a szőkeség, akit a fodrász kirakatokban lehetne mutogatni. Tette hozzá ellen valami leplezetlen megvetéssel. Férje is volt, és szeretője is. A férje dús, gazdag, svédgyáros, de persze már idős. A szeretője meg a daliás kapitány. A férj aztán lezuhant egy aténi repülőgép szerencsétlenségnél. A szőke asszony meg özvegy lett. Doveri eljegyezte, de közbe jött a háború. A Goldstream gárdát elvitték, az asszony meg ott maradt. És most következik az újabb dráma. Ezek a nők, akik kizárólag egy szerelemre építik az életüket, ha a szerelemnek vége, az életüket is feleslegesnek tartják. Az asszony megmérgezte magát, de a magyar orvos ismét megmentette az életét hogy közben beleszeretett az asszonyba, ez talán nem is meglepő. Ott hagyta a kórházat, ott hagyta a munkáját, ott hagyott engem is, és elment. Az első hajóval visszament Európába. Azóta nem tudok róla, és nem is érdekel. Túl vagyok rajta. De Doveri őrnagy, úgy látom, nincs túl. Még mindig szereti az asszonyt és meg akarja keresni, ha véget ér a háború. És magának mik a tervei ellen, ha véget ér a háború? Nincsenek terveim. De nekem vannak. Szeretném magát feleségül venni. Ellen elmosolyodott. Valami kitérő választ akart adni valamit, amivel nem bántja meg a doktor, de mégsem tesz ígéretet neki. Ne tervezgessünk! Jöhet egy bomba, és eltemet minket a terveinkkel együtt. Legyen őszinte ellen, mondja meg szépen nyíltan, mit gondol felőlem! Mondja meg, hogy el tudná elképzelni az életét mellettem! Én szeretem magát, és hogy mennyire szeretem, erre csak most jöttem rá, mikor észrevettem, hogy ennek a másik férfinak, ennek a csinos fickónak hogyan tudott örülni. Olyan féltékeny lettem, mint egy ostoba diák. Látja, van erőm ezt is bevallani, hogy legszívesebben kihallgattam volna minden szavukat. Én az egyetemi magántanár. Egy gimnazista kölyök nívójára szálltam le. Azt hiszem, ez az, amit általában szerelemnek neveznek. Remélem, nem zavarná ellen, ha olyan ember lenne a férje, aki szerelmes magába. De valószínűleg zavarna. Az én életemben a szerelem csak mellékes lehet, sőt, esetleg egészen el is maradhat. Én a munkámnak akarok élni, a kísérletémnek. De ellen, hát jobb munkatársat találhatna-e nálam? De ehhez miért kellene összeházasodnunk? Mert szeretem, és tudom, hogy magának sem vagyok közömbös. Megsimogatta kezét a két egyformán agyonmosott, szublimától kiérdesedett kéz lassan egymásba kulcsolódott. George némán vezette a kocsit. Az éjszaka vaksötét volt. Kénytelen volt reflektort használni. Odafelé menet még sütött a hold, de most a sűrű, sötét éjszakában robogtak. Az utat hatalmas ciprusfák szegélyezték, mellettük nagy halomba dobálva német autóroncsok, kilőtt tankok hevertek. Giovanna most elölült az őrnagy mellett. A hátsó ülésen a sofőr mélyen aludt. Nagyobb zöggenőknél, ahol hirtelen kerülni kellett, mert az uttest aknától vagy gránától volt feltépve, a sofőr felriadt és valamit dünnyögött magában. Giovanna az ülés sarkába húzódott és megilletődve bámulta az őrnagyot. A szerelvénytábla megvilágította a férfi arcát, és a lány nem tudta levenni szemét erről az arcról. Végtelen hálát érzett iránta, és még valamit, amiről még ő maga sem tudta, hogy mi lehet. Valami csodálat, bámulat. Sírni tudott volna, és sokszor egymás után megcsókolni a férfi kezét. George ügyet sem vetett a lányra. Amit az orvosnőtől hallott, annyira megrendítette és felkavarta, hogy képtelen volt másra gondolni. Anna meg akart halni. Mire képes egy asszony, aki igazán szeret? Neki is fájt a búcsú, kegyetlenül fájt, de a halára mégsem gondolt. Inkább a viszontlátásra, hisz örökké nem tarthat ez a háború. Megpróbálta áthidalni a távolságot, írt. Diplomáciai futára küldött levelet Annának, de a levél már nem érte el akkor már nem volt Alexandriában. Ismét írt, megpróbálkozott a svéd követség révén a semleges Stockholmon keresztül összeköttetést találni, de hiába. És most végre. Terrandolában egy Isten háta mögötti hadikorházban találkozik Ellen Gipszel. Jót tettél, jót várj, mondta sokszor anyja, aki szerette az ilyen közmondásokat alkalmazni. Úgy látszik, így van. Ha ezt a nyomorult olasz kölyköt nem viszi be, sohasem kerül össze a doktornővel. De vajon csak a fiút akarta el -e megmenteni? George szeretett néha magába nézni, és egészen objektívan bírálni saját magát. Nem, a kislány könnyes, könyörgő tekintete hatott rá, a Miriam tekintete. Ez a kísérteties hasonlatosság. Most is a kórházban, mikor odarohant és megcsókolta a kezét. A Miriam alázatos rabszolganő szerelmét juttatta eszébe. Azt csókolta mindig a kezét orvul, hirtelenül, mielőtt megakadályozhatta volna. Most hirtelen oldalvást pillantott a lányra. Giovanna zavartan fordította el a tekintetét, de a férfi megérezte, hogy egész úton rajta függött ez az égő, fekete szempár. Nem éhes? kérdezte, hogy éppen szóljon valamit. Köszönöm, nem, válaszolt illedelmesen a lány, és valami papírzacskót vett elő. Kaptam csokoládét a kórházban is, tette hozzá, és félszeg mozdulattal megkínálta az őrnagyot. Inkább cigarettázom, mondta a férfi, és bal kezével cigarettát dugott a szájába. A kormányt egy pillanatra sem engedte el, errefelé lehetetlenül rossz volt az út. Sűrű egymás utánban gránát töltsérek voltak, az autó akkorákat zökkent, hogy a lány szinte ráesett George-ra. Bocsánat, suttogta ilyenkor szégyenlősen, és igyekezett erősebben megkapaszkodni egy ideig megint szótlanul haladtak. A csendben most egyre közeledő zúgás hallatszott repülőgépek. George megfeszített figyelemmel hallgatta az úgást, hogy felismerje még idejében, szövetségeseke vagy németek. A következő percben már tudta, hogy német harci gépek jönnek. Ha egyedül van, nyugodtan tovább megy, persze reflektor nélkül, de így a lányra való tekintettel azonnal megállt. Kiszállni már nem volt idő, a gépek itt voltak. Egészen alacsonyra ereszkedtek, és gépvegyver sorozatot adtak le. Egy golyó, mintha a kocsit érte volna, olyat kattant, de az erőszúgásban nem lehetett semmit kivenni. A lány remegett az idegességtől, és George kezébe kapaszkodott szinte görcsös vélelemmel szorongatta a férfi kezét. Újabb kattanás a kocsin, majd még egy. Hátul a sofőr, mintha kiáltott volna valamit. Persze most felébredt erre a váratlan szórakozásra. George egykedvűen szívta közben a cigarettáját. Kisé idegesítette a lány, aki a másik kezét szorongatta, és valami imád suttogott. A következő bomba már közvetlen közelükbe robbant. A kocsi hatalmasat nyekkent, az egyik gumi kiukat, de a motorházat is találat érhette. Na, csak ezt hiányzott, dünnyögte George bosszosan, és hátra szólt a sofőrnek. Jól nézünk, egy csász, ahogy csend lesz, nekiállhatunk. A sofőr nem válaszolt. Mi az Charles? Talán fel sem ébredt erre a kis színjátékra. Semmi válasz. George hátrafordult. A sofőr előre bukva ült, lehajtott fejéből a füle mellett folyt a vér. George megragadta a vállát, hogy visszasegítse az ülésre. Charles, az Istenért! Charles! A fiatalember nem mozdult. Élettelen teste előre billent, és lecsúszott az ülésről. George csak most látta, hogy a tarkójába is golyóhatolt. Már nincs segítség. Halott. Meghalt, szólt oda a lánynak, aki tágra nyitott, rémű tekintettel bámult, és egymás után sokszor keresztet vetett. Fejük felett most elviselhetetlen lett az ógás, úgy látszik, újabb gépek jöttek, egészen alacsonyan szálltak ezek is. George-nak hirtelen kellett határoznia, ha bent marad a kocsiban, úgy jár, mint a sofőr, ha szerencsésen kiugrik, megúszhatja. Ki akarta nyitni a kocsi ajtaját, de az nem nyílt. Erre teljes erővel belerúgott, az ajtó kiszakadt. Megfogta a lányt, és magával rántotta szinte vonszolta az út szélére egy ciprus vallá. Itt felnyalábolta és a karjába vitte tovább. Csak a következő fáig vagy bokorig szeretett volna eljutni, minél bejebb, messzebb az országúttól. Újabb robbanás. Ebben a pillanatban találták el az autót. Szegény Charles nem maradt belőle annyi, amit érdemes lenne eltemetni egy bokornál megállt. Most már jó pár méternyire volt az úttól. Itt valami fedezékféle volt, a lába a sötétben egy földhányásban akadt meg. Letette a lányt, aztán leheveredett mellé. Az út felett most egész alacsonyan szállt egy messzersmit, és erős géppuska sorozatot adott le. Az úgása így egészen közelről szinte kibírhatatlan volt. A lány rettenetesen félt. Egész testében remegett, és abban a pillanatban, ahogy George leheveredett a földre, ismét a karjába kapaszkodott. Átölelte, szinte rátapadta a férfira. George megsimogatta és magához ölelte. Ne féljen, kislány, már nem tart soká. Így feküdtek összeölelkezve hosszú, végtelennek tetsző percekig, és közben fölöttük porzalma zúgásával sűrítette el a halál. Egészen közel golyók koppantak, kis kékes fényük fellobbant, ahogy lecsapódtak, befuródtak a földbe. Madonna, Mia, segíts, suttogta a lány. Leheletének csokoládé illata volt, ahogy így közelről szája szinte a férfi szája mellé került. George kinyújtózott, most, hogy napok óta először feküdt le, ha csak a földre is, most érezte csak, hogy milyen rettenetesen álmos. Lehúnyta a szemeit, a motorzúgás most egyre távolodott, halkult. Valami duruzsoló hangá változott, és George a következő pillanatban mély, tompa álomba merült. Hogy meddig aludhatott, ő maga sem tudta, talán percekig, talán tovább. Mély kábulatszerű álmában Míriamról álmodott. Míriam volt a karjaiban, a kis szerelmes Míriam. Aztán felriadt hirtelen, és még fél álomban nem tudta, álom volt-e vagy valóság. A karjaiban tényleg ott feküdt Míriam. Ölelő, vágyódó testével hozzátapadt, hozzásimult. Forró lélegzetét is érezte, ráhajolt, hogy megcsókolja. A lány szájának csokoládéze volt, de forró volt és édes. George simogató kezével végig siklott sejem ruhás karcsú testén, valahol felkattant egy kapocs, és most a lány mesztelen melléhez ért, és sima, bársonyos bőréhez, kemény kis melle, mint egy üden arancs remegett a férfi tenyerében. Most már nem aludt George. A lány oda kínálta a száját az újabb és újabb csókoknak. Karjaival forrón ölelte. Ő akarta. Igen, ő. Giovannát felgyújtották a csókok. Ezt az érzést még nem ismerte soha. Az előbb látta, mi a halál. Hogy mi az élet, még nem tudta, de most az életet akarta. Kívánta, felgyúltan és szédülten ennek a férfinak a karjaiban. Szinte letépte magáról a könnyű sejmeket, hogy a mesztelen bőrével hozzásimulhasson. A gépek már eltávolodtak, most csend volt. Tikkasztóan forró csend, a buja olasz éjszakák csendje, melyet a ciprusfák nehéz illata szinte részegítővé varázsolt mind a ketten megrészegettek. És George olyan megszokott mozdulattal, ahogy Miriamot ölelte sok-sok mámoros éjszakán, vette birtokába a lányt, akinek kis ilyet sikolyát elnyelte egy távolabb lecsapódó robbanás Később előbukkant a hold. Ezüstös fénye élesen megrajzolta a ciprusok, égbenyúló kontúrját, és a lány lehúnyt szemű arcát. Úgy piheget most a férfi karjaiban, mint egy megsebzett kis galamb. Aztán felnyitotta a szép, fekete szemét. Mond, hogy hívnak téged? kérdezte. George. George, mondta utána a lány, furcsa olaszos kiejtéssel. George Carissimo, mió. Hajnalodott. George ott állt az út mentén, és várta, hogy egy őrjárat arra jöjjön. Giovanna még aludt. Ő maga nekiindult indult volna gyalog, de a lányt nem akart egy ilyen nagy útnak kitenni, bár valószínű, hogy útközben is szerezhettek volna kocsit vagy más járművet. Az autó roncsai ott hevertek, szegény csász szétroncsolt holtestének részei is. Az út mellett ott feküdt a levéltárcája, ez aránylag épségben megmaradt. George felvette és zsebretette, hogy majd elküldje a sofőr családjának. Valahol Angliában egy anya visszavárja a fiát. Helyette egy tárcát kap és néhány hivatalos sort. Ez a háború. George lelkiismeret fordulást érzett. Ha nem viszi terandolába az olasz gyereket, Charles most is élne egy angol katonát áldozott fel, hogy egy olasz életet megmentsen. De Charles talán másutt is utolérte volna a végzet, ha ez volt elrendelve neki. George hitt a predestinációban, és úgy érezte, sors ellen senki sem tehet semmit. Ennek a kislánynak úgy volt megírva, hogy ő legyen az első férfi az életében. Akár csak Miriamnak, most szinte összekeveredett benne a két lány képe. Az egyik, aki néhány lépésnyire innen csendesen alszik, és a másik, aki még csendesebben már örökre alszik, a messzi egyiptomi temetőben. Végre őrjárat közeledett, párosok. George már messziről intett nekik. Intézkedést kért, és nem tett bele fél óra, már itt is volt egy kocsi. Mire visszajutottak a faluba, mégis reggel lett. A tisztek Clark főhadnagy kivételével már reggeliztek. Ahogy George belépett, izgatottan újságolták, hogy éjjel légi támadást kaptak, és egy bomba eltalálta a garást. A kocsik használhatatlanok lettek, és az ott alvó sofőr Braut meghalt. Szerencséje van császnak, hogy nem volt itt, mondta Bunni, aki még nem értesült semmiről. Nem volt szerencséje. A sorsa elérte az országúton. Ő is meghalt. A végzetünk ellen nem tehetünk semmit. Most hirtelenül az a furcsa nyomás, amit eddig érzett, engedett. Nem, semmi kép sem okozója Charles halálának. Így rendeltetett. A front állt. A volt turnó partjain voltak ugyan kisebb helyi jellegű csatározások, de az újabb döntő nagy támadással még várt Montgomery. Már közel voltak Rómához, ahol a németek és a megmaradt fasiszta olasz alakulatok gyülekeztek. Vihar előtti nagy csend uralkodott a vonalak felett. George és bajtársai még ott voltak a kis faluban. Végre kipihenhették magukat, hiszen eddig a partra szállás pillanatától jóformán lélegzethez sem jutottak. Clark főhadnagy folyton aludt, mintha az összes ébren töltött éjszakát most egyszerre akarná kipótolni. George átengedte neki a nagy, bárkához hasonlatos ágyat, amely felett most már nem lógott ott a nagy Szent Antal kép. Clark első dolga volt a nagy képet eltávolítani, amivel alaposan magára vonta a pergő nyelvű olasz asszony felháborodását. Hosszasan magyarázta a főhadnagynak, hogy ezzel súlyosan megbántotta Szent Antalt. Majd különböző csodás eseteket mesélt, melyekben a derék szent segítséget nyújtott. A főhad nagy türelmesen végighallgatta mindezt, annál is inkább, mert egy árva szót sem értett olaszul. De ez nem zavarta az asszonyt. Most már bejárt a szobákba, kiszolgálta a tiszteket, főzött nekik, sőt, ő maga ajánlotta fel, hogy kimossa, és szépen kivasalja a holmiukat. Amióta a fiát kórházba vitték, telve volt őszinte hálával irántuk. Főleg az úr iránt és szinte félisten volt a szemében, hiszen ének idején ő maga szállította el Beppót. Georgeot zavarta az asszony örökös hálálkodása. A lányt másnap alig látta. Lehetséges, hogy készakarva kerülte őt. Az éjszaka óta, mikor a ciprusok alatt az övé volt, nem is szólhatott hozzá anélkül, hogy mások is ne lettek volna jelen. Bárker kapitány nagyon forgolódott körülötte, örökösen a nyomában volt. Most fényképeket készített róla, és arra akarta rávenni, hogy vetközzön le fürdő trikóra, és úgy álljon a magnóliák elé. Giovanna eleinte szabadkozott, hogy inkább csak így, vagy ha gondolja a kapitány úr, hát felveheti az ünneplő ruháját, de azt előbb ki kellene vasalni. Bárker ragaszkodott a fürdőruhás felvételhez. Hát a lány elszaladt a pince felé, ott tartotta a holmiát. Anyjával együtt még lent laktak a pincében. Az asszony nem mert feljönni. Éjszaka még mindig voltak berepülések, német felderítőgépek jöttek, és egészen rendszertelenül dobták le a bombáikat. Mit akarsz ettől a lánytól? kérdezte hirtelen George, és a hangjából hiányzott az a könnyedség, amivel általában itt a fronton a nőügyekről beszéltek. Mit? Semmi különöset. Legfeljebb azt, hogy ma éjjel ne a kedves mamájánál, hanem nálam aludjon. Édes kis pofa, semmiképpen sem akarom kihagyni. Hogy ki, mondta csendesen George miért bolond lennék? Hagyd ezt a lányt, ismételte George. Kérlek, hagyd békében. Keres magadnak valakit a faluban, van ott elég lány. De nekem ez tetszik. Hát ne tessen, mondta George most már erélyesen. Megértetted? Hm, megértettem, válaszolt Barker, és a hangjában gúny volt, és főleg csodálkozás. Tehát az őrnagy is szemet vetett a lányra. Érdekes, ezt eddig nem is vette észre. Hisz alig szól hozzá, még két percig sem látta őket együtt. Ha csak nem, akkor melegedtek össze, mikor terrandolában voltak. Hát persze, kettesben egész éjjel az ördög vitte volna el ezt az olasz fiút. Ha akkor nem viszik be a kórházba, a lány itthon marad és... Ne haragudj, George, nem is gondolhattam, hogy te... szóba, hogy téged is érdekel a lány. Mondta most, hogy jóvá tegye előbbi kúnyos hangját, és véget vessen ennek a kínos feszültségnek. Nem érdekel a lány olyan különösképpen, mondta George, és leült, hogy levelet érjön a szüleinek Skóciába. Tudta, hogy az anyja nagyon várja minden sorát, állandóan a rádiót lesi, a híreket hallgatja, a partra szállási hadműveletekről. Minden levelében azt kérdi, meddig tarthat még. Mikor lesz már vége. Mit válaszolhat erre, George? Mit érhat egy anyának, akinek a folyton a sírás már tönkretette a szemét? Jól vagyok, remekül érzem magam. Itália kékege alatt olyan szép itt, hogy kész üdülés. Most is egy kedves kis falucskában vagyunk, és a tanítóházában szállásoltam be magam. Szép, tiszta lakás. A háziasszony jó indulatú és kedves. Főz ránk és mos is. A nagy támadás még nem indult meg, de már várjuk a parancsot. Hmm, nem, ezt mégsem írhatja. Anyának csak azt szabad írni, hogy sosem lesz támadás, sosem lehet semmi baj. Kész nyaralás, ez az egész háború. Nem sokára visszatér. De vajon visszatére? Georgeot néha kétségek fogták el, és szeretett volna a jövőbe látni. Mit rendeltetett el számára a sors? A halától nem félt, mint vérbeli katona, úgy benne élt az örökös életveszélyben, hogy ez már kizárólag fegyelmezettség kérdése volt nála. De mégis, ha tudná, hogy holnap már nem él, vajon másképp töltenie a mai napját vagy a mai éjszakáját? Giovanna, ott a ciprusok alatt a halál közvetlen közelében gyúlt ki, lángolt fel benne a vágy. Vajon megbánta? Mit érezhet most iránta? A lány éppen jött vissza fürdőruhában. Körülnézett, hogy hol van bárker, de nem látta sehol. Most leült a padra és várt. Olcsó kis fürdőruhája valami petresejemből készült, és a színét már teljesen kiszíta a nap. Így levetközve még 18 évesnek sem látszott. Szombjai vékonyak voltak, mint egy rosszul táplált gyereké. Válla is túl törékenynek látszott, de kis kemény mellei úgy feszültek a vékony sejmen át, mint egy felnőtt viruló nőjé. A hajába kis piros szalagot kötött, hogy szebb legyen a fényképen. George most abba hagyta az írást, hogy oda menjen a lányhoz. De Bonnie megelőzte. Épp lentén ferkedt a kertben, hatalmas napszemüveggel a szemén napozott. Mint a világos szőkéknek általában nem sikerült lesülnie, csak piros és foltos lett az arca. Ahogy meglátta a lányt, rögtön leült mellé. Sortja zsebéből kihalázta az olasz kézi szótát, és ennek segítségével próbált vele beszélgetni. Kézzel lábbal magyarázott, és nem volt nagy művészet még innen a tornácról nézve sem megállapítani, hogy az Oxfordi evező versenyekről számol be. Bodni ugyanis evező bajnok volt. Talán ez volt az oka, és a folytonos szigorú tréning, hogy még nem volt alkalma belekóstolni valami valandba. A lány most nagyokat nevetett, majd a karizmait mutatta a fiúnak, aki komoly arccal tapogatta meg Vézna gyerekes kezét. Olyanok voltak így együtt, mint két gyerek. A szőke fiú és a korom fekete hajú kislány nagyon összeillettek. George most úgy érezte, hogy Bonnitól nem sajnálná a lányt. Igen, Bonninak kellett volna ott lennie vele a ciprusfák alatt. Ahogy nézte most ezt a piros masnis kislányt, egészen valószínűtlennek tűnt fel, hogy ez az, aki patul és szenvedélyesen tapadt hozzá, szinte felkinálva neki forró tüzes testét. De vajon bunni a mohó kirobbanó fiatalságában nem okozott volna csalódást a lánynak? Ilyen fiatal gyereknek még fogalma sincs arról, hogy tulajdonképpen mit vár egy nő attól a pillanattól, mikor az első férfi a karjaiba szédül? Mert szédület volt ez az éjszaka is forró szédület, semmi más. Semmi köze sincs a lányhoz, nem érez iránta semmit. Olyan vagyok, mint bárker, gondolta öngunnyal. Egy nő nem jelent számomra többet egy italnál, amit lehajtok, ha szomjas vagyok. De mégsem. Ez a lány hasonlít valakihez, akit szeretett. Mérjamhoz. Furcsán elérzékenyült. Ahogy nézte a lányt, megint csak összekeveredett benne azzal a másikkal, és most már nem volt tisztában az érzéseivel. A régi szerető emlékei hat rá ezen a lányon keresztül, vagy egy új érzés, amely a testi vágyon kívül valami simogató szeretettel vegyül össze, mintha a lány csókjánál még inkább azt kívánná, hogy simogassa kis arcát, a fényes, fekete haját. A futó kalandoknál, amelyeket a háború sodort az útjába, nem érzett soha semmiféllé. Elfogadta a nőket, ahogy elébe dobta őket a sors, a véletlen. Voltak közöttük mindenfélék, egy őrös hajú táncos nő, aki félmeztelenül táncolt a rossz hírű mulatóban, de mikor kettesben maradt vele, szégyelte levetni a kabátját is. Aztán egy szelíd mosolyú nápai asszony, aki sírt a búcsúnál és szent képet ajándékozott neki mint utóbb kiderült, nem csak neki, de Barkernek, Clarknek is adott szent képet és egy-egy forró éjszakát. Egy fiatal amerikai újságírónő, aki vidáman közölte vele, hogy ő a 23. angol tiszt az életében. Még egy, és meg lesz két tucat. A szőke kis ápolónő, aki rövid kalandjuk után állandóan levelekkel üldözte, amelyek tele voltak szerelemmel és helyesírási hibákkal. De egyszer elcserélte a borítékot, és George helyett Harrynek nevezte, kis cica arcú hadnagyának. Az ifjú és gőgös olasz grófné, aki történelmi nevet és halmánynyila hálóinget viselt, és akit meglepve pillantott meg első este az ágyában mikor a kastély vendégszobájában nyugovóra tért. A szicíliai szép patikusné, aki a legforróbb pillanatokban közölte vele, hogy a férje kérésére jött el, mert az súlyt helyez rá, hogy jó kapcsolatban legyenek a megszálló angolokkal. Lehet, hogy a legtöbben a megszálló angolt látták benne, a győztes hadsereg tisztjét. Érdekeik és érzékeik hajtották felé ezeket a nőket, de érzésekkel nem találkozott sehol. Igaz, hogy nem is akart. Az érzéseket egy asszony számára tartogatta, az egyetlen számára, akit igazán szeretett. Bajon viszont láthatja-e valaha? A térkép ott volt az asztalon. Most megnézte rajta Budapestet. Sokáig nézte ezt a nyolc betűt. Budapest. Addig nézte, amíg könyvbe lábadt a szeme. Ne, Bárker kapitány rossz kedvűen tért vissza a faluból. Nem talált magának senkit, egyik lány sem tetszett neki. Pedig ugyancsak szívesen fogadta volna bármelyik a csinos angol tiszt közeledését. A faluban beszállásolt legénységnek már mind meg volt a kedvese. A tüzes szemű fekete lányoknak nagyon imponáltak a szőke angol fiúk, akik azon felül, hogy nagyon kedvesek voltak, még konzervettel és csokoládéval is elárosztották őket. Bárkert most még sokkal jobban vonzotta Giovanna, amióta megtudta, hogy George Doberit is érdekli. A lány jelentéktelen kis alakja nagyot nőtt a szemében. Fekete szépsége, amelyhez hasonló tucatnyit láthatott a faluban, sejtelmessé és izgatóbbá vált. Már vacsora idő volt, amikor hazaért. A lány éppen terített a tornácon. A tisztek itt étkeztek többnyire. George a tornác sarkában egy kis asztalkánál ült és írt. Furcsa, Bárker megfigyelte, hogy egyáltalán ügyet sem vet a lányra. Giovanna sem szólt hozzá, inkább bunnival tréfálkozik. Ez a kölyök meg szótár segítségével próbál udvarolni. A lány anyja most behozta a vacsorát. Bárker elég tételel állapította meg, hogy Giovanna, akármilyen szép is, harminc év múlva szakasztott olyan lesz, mint az anyja. El fog hízni, mint általában az olasz nők. Finom kis arca alá duplatok a képződik, szája felett a láthatatlan pihék, fekete bajuszá fejlődnek. Egyenlőre még nagyon szép. Ahogy itt ül Bonni mellett, kis fehér csipkés kötényével, ahányszor rászól az anyja, fürgén útik fel, hogy valamit még az asztalhoz hozzon. Milyen légies és milyen karcsú. Értekes, hogy George rá sem hederít, most sem. Lehetséges volna, hogy tényleg nem érdekli a lány. De akkor meg mi az örtögnek üti bele az orrát az ő dolgába? Elvégre is ez nem szolgálati ügy, ehhez semmi köze. Most már egyenesen figyelte őket. George az olasz asszonyja beszélgetett, persze most is bepóró volt szó. Georgenak ki tudja, ha kellett elismételnie, hogy mit mondott el az orvos. A lány most hozzáfordult. Szemre hányást tett neki, amiért beugratta a fényképezésbe, és mire ő felvette a fürdőruháját, elment. Dolgom volt a faluban, mondta hanyagul a lánynak. Mit mondhatott volna? Hogy az őrnagy úr egyenesen megtiltotta, hogy vele foglalkozzék. De miért? Ez nevetséges. Még ha viszonya volna vele, Megértené, Elvégre senki sem szeret osztozkodni. De így nyilvánvaló, hogy semmi dolga vele. Alig, hogy vége a vacsorának, George leül újságot olvasni, később meg lefekszik, és clark közös a szobája. Oda semmiképpen sem hívhatja be. A lányhoz sem mehet, mert az meg az anyjával alszik. Maradna tehát az egyetlen megoldás, a kert a sötét kert, ahonnan buja nyári illatok szállnak be. De George-nak úgy látszik, eszébe sem jut, hogy kimehetne a kertbe. Annál inkább eszébe jut bárkertnek. Egyszerűen nem vesz tudomást George tilalmáról. Igenis kell neki ez a lány, és meg is fogja kapni. Még ma este. Megvárta, míg George visszavonult. Clark az álomszuszék feküdt le legelőször. Egy detektív regényt vitt magával az ágyba, de valószínűleg még az első gyilkosság előtt elalszik. George egyforma udvariassággal köszönt el az asszonytól és a lánytól is. Rá is olyan pillantást vetett, amiben valami figyelmeztetés féle volt. Hajd békén a lányt. Hát nem fogja békén hagyni. Egyelőre még itt volt bonni, ki kell várni, amíg ő is lefekszik. Az asszony visszavonult a konyhába, ez jó messze volt egy hosszú folyosó végén. A lány az asztalt szedte le, bunni, csetlet, botlot körülötte, mintha segítene, de szemlátomást csak feltartotta. Most felállt a lány egy székre, hogy megigazítsa az ablak felső részén az elsütétítő papírt. Ahogy felemelte a karját, rövid ruhája még feljebb csúszott, és bárker, aki egy alacsony fonott ült, nyugodtan gyönyörködhetett a lány mesztelen combjában. Fehér tért harisnyája fölött, ahogy szoknyája meglibbent, bronzszínű, feszes fiatal húsa sokkal izgatóbban hatott a férfira, mintha egészen mesztelenül látná. Cigarettára gyújtott. Mikor még aludni? kérdezte hirtelen Bunnit nem vagyok álmos, válaszolta a hadnagy, akit szintén felvillanyozott a lány közelsége. Bárker most már bosszankodott. Majd megint ez a kölyök keresztezi az útját, akár csak az első este. Nézd, bunnikám, mondta hirtelen, megkérlek valamire. Menj be a szobádba, szeretnék a lányal négy szem közbeszélni. Ne félj, nem udvarlok neki, látom, tetszik neked, de ő megkért valami szívességre az öcsével kapcsolatban. Arról akarok vele tárgyalni. Tárgyalhatsz előttem is. úgysem sem értek olaszul, sajnos. Nem lehet, a lány nem akarja. Ebben a percben az asszony is bejött. Bárker rögtön társalgásba kezdett vele, sűrűn emlegetve beppót és terrandolát, hogy bunni előtt valószínűsítse, hogy a lányjal is ilyesmiről kell majd tárgyalnia. Ponni, mivel látta, hogy az anyja úgyis itt van, sőt, letelepszik a karosszékbe, és ezzel az est kellemesebb része úgyis véget ért, fogta magát, és általános jó éjszakát kívánva elvonult. Most még az asztalt kellett ügyesen eltávolítania, csak annyi időre, amíg megbeszél valamit a lányjal. Hogy éjjel szökjön ki, jöjjön be hozzá pillanatig sem kételkedett, hogy meg tudja hódítani a lányt, csak alkalom kell hozzá. A díszletek megvannak, holtvén nyári éjszaka. Néhány csók és egy ilyen kis buta falusi liba megszédül. Asszonyom, nem tudom, nem terheleme vele túlságosan, ha most egy forró teát kérnék. Kissé köhögök ugyanis. Egész különleges indiai tejánk van, kérem főzze meg nekem. Szívesen, nagyon szívesen, kapitány úr, mondta az asszony, és terebélyességéhez képest fürgén ugrott fel a székből. Megjegyzem ez a tea, amit 15 percig kell forralni. Odaadta a teát, és az asszony végre kiment. 15 perc. Ennyi idő elég kell legyen egy ilyen gyakorlott nőcsábásznak, hogy elérje a célját. Giovanna, jöjjön ki a kertbe, segítsen megkeresni a fényképezőgépemet. Kint felejtettem valamelyik padon. Kint felejtette? Én úgy emlékszem, magával vitte. Hmm, nem, letettem, az biztos. Hogy lehet ilyen drága gépet csak úgy letenni? okoskodott a lány, de azért kiment bárkerrel. A legközelebbi padot élesen megvilágította a hold. Itt sincs, mondta csalódottan Bárker. Megjegyzem, úgy emlékszem, a lugasban hagytam, ott beszélgettem Bunnival. Talán ott tettem le. Bejebb mentek a kertbe. Az olajfák alatt vak sötét volt, a holdfény nem tudott áttörni a sűrű, lehajló ágakon. A lugasban Bárker felkattintotta kis zsemblámpáját, és a forma kedvéért keresni kezdte a fényképezőgépet. Mivel tudta, hogy bent van a szobájában a szekrényben, ez fölötté reménytelen volt. Itt sincs a gép, jelentette ki a lány csalódottan. Gondolkozzon, hogy hová tehette. Nem tudok most gondolkozni, mikor maga itt van, itt a közelemben, és végre egyedül vagyunk. És maga olyan gyönyörű, olyan édes, olyan szép. Szerelmes vagyok magába az első pillanattól. Hirtelen átkarolta a lányt, és meg akarta csókolni. Mohó ajka már majdnem a lány szájához ért, de az eltolta magától, és ki akart bontakozni a váratlan ölelésből. Hagyjon, kérem, hagyjon! Szeretem, édes, ne ellenkezzen! Hagyjon békén, ezért hívott ki. Giovanna, kis csacsilány, magának fogalma sincs, milyen jó a szerelem. A lány kiszabadította magát a karjából, és szinte kihívó hangon mondta. Van fogalmam, hiszen van szeretőm. Bárker elképett. No de ilyet, a kis szűz. Az a bizonyos vőlegény, az az olasz repülő, nem csak csókkal jegyezte el. Volt esze, Giovanna, édes, hallgasson rám, ne hagyjon most itt. Elhiszem, hogy szereti a vőlegényét, de az most messze van. Én meg itt vagyok. Kívánom, megőrülök magáért. Nem szeretem a vőlegényemet. Hát akkor ezt nem értem. Nem érti? Más szeretek, mást. Nem baj, ő nincs itt, én meg itt vagyok, és ő is itt van. Ki? Dóberi őr, nagy a szeretőm. Bárker meghökkent. Erre aztán nem számított. A lány is, mintha hirtelen megbánta volna a saját merészségét, most jött csak rá szavainak értelmére. Elszégyelte magát, és hirtelen elszaladt, ott hagyva a kapitányt a kertben. Éjfél jóval elmúlt. George álmatlanul feküdt az ágyán. A fal mellől a nagy bárkából Clark főhad. Agy egyenletes szuszogása hallatszott, mélyen aludt. A távolból tompa robbanások hallatszottak. A németek megint bombáznak. A halál mindig itt jár a fejük felett. Hogy zúgnak a közeledő gépek? Milyen elviselhetetlen a hanguk? És mennyire nem illik bele a nyári éjszaka puha csendjébe, az olajfák szelíd illatába, amely beárad a nyitott ablakon. Vajon Giovanna alszik-e? Nem fél, mint tegnap éjjel, mikor az ő karjaiba simulva remegve keresett menedéket. Hirtelen vágy fogta el a lány után nem vacomjuság, inkább valami furcsa gyöngétség, hogy megsimogassa, maga mellett érezhesse. Felkelt az ágyból, és köpenyét felvéve kiment. Tudta jól, hogy úgy sem juthat be a lányhoz, hisz az ajtót zárva tartják, és ha zörögne, az anyja is felébredne, sőt, az jönne az ajtóhoz biztos. De jól esett kicsit járkálni, Felnézett az égre, a fény élesen megvilágított egy német gépet, éjszakai vadászgép volt. Ott kóválygott a fényben, majd egyszerre lezuhant rettenetes sebességgel. George nem tudta így felmérni, hogy körülbelül milyen távolságra lehet innen. Öt-hat kilométerre, talán még közelebb. Milyen semmi az élet. Az előbbi percben még élt, gondolkozott tervei lehettek. Talán éppen egy lányra gondolt, aki várja. Vagy egy lánytól jött, akinek az ölelése még melegítette a testét, és íme már nincs is teste. Mire földet ér, porráig egy marék hamu marad belőle. Pedig élni jó! George kinyújtózott, és mélyen beszívta az éjszaka buja, fűszeres illatait csend volt, a repülők elmentek. Ebben a csendben most furcsa Nesz ütötte meg a fülét. Kulcs csikordult a zárban, majd halk lépéseket hallott. A pince ajtó nyílt ki óvatosan, és lány jött ki. George meglepetésében majdnem felkiáltott, de uralkodott magán, és csendben maradt. A lány nem láthatta őt, mert a sötétben állt az egyik olajfalat. alatt. Vajon hová mehet ilyenkor? A hold megvilágította a lányt, teljesen fel volt öltözve, de mezitláb volt. Nyilván, hogy fel ne az anyját a lépteivel. Halkan, nesztelenül járt, egyetlen kavit sem csikordult meg a lába alatt. A ház felé ment. Hát, ez a lány is ilyen. Tegnap az ő karjaiban megkóstolta a szerelmet, és ma már jöhet a második. Most már úgyis mindegy. Férfi az férfi. Kihez mehet? Kivel beszélt meg éjszakai találkozót? Csak is bárker, csak is ő lehet. A lány most odaért a házhoz. A sarok szoba volt bárkeré, de tovább megy, érthetetlen. A következő szobában nem lakik senki, olyan raktárféle. Aztán ez, ez már a burni ablaka, Bunni, ez a gyerek nem hiába udvarolt a szóltárból. De nem. A lány még tovább megy túl a tornácon, és és megáll az ő ablaka alatt. Ott áldogált csendben mezitlábas kis alakjában volt valami megindító alázatosság. George, suttogja halkan. George, jöjjön ki! A férfi most kilép a fák alól, a lány a léptekre összerezzen, megijed. Megfordul, és látja, hogy ő az. Ő. Zavartan mosolyog, szégyelli magát. Azért jöttem ki hozzád, mert, mert... Mert megérezted, hogy vádlak, ugye azért? Felkapja karjaiba a remegő kis teremtést, és viszi a kert felé. Másnap reggel a tisztek ott ülnek a tornácon. A reggelihez már meg volt terítve, de a lány még nem mutatkozott. Az anyja működött a konyhában. Tiszti szolga hozta be a kávéjukat. Bárker rossz kedvű volt, bosszantotta a tegnapi felsülés. De ez a lány, ez a kis senki fölényeskedik vele. Doveri őrnagy a szeretőm. Lehet, hogy csak hazudott és ugratni akarta, és ő ostoba módon beugrott. – Hogy aludtál? – kérdezte George-tól. Köszönöm jól. – Ugyan, hisz nem is aludtál – szólt közbe Clark. – Felébredtem fél egy tájban a robbanásokra. Szóltam is hozzád, de nem voltál a szobában. – Hol mászkálsz éjszaka? Még három óra felé sem jöttél vissza. Zavart, kínos csend. Bunni felnézett a szótárjából, ahol most állított össze a lány számára egy szellemes bókot. A bók már nem aktuális. Bunniban ebben a pillanatban összeomlott minden. Sétáltam a kertben, néztem a repülőket. Egy német vadász lezuhant, nem messze innen. Ó, oh, egy német vadászért nem tölteném az éjszakát a kertben, jegyezte meg bárker gúnyosan. Egy csinos olasz lányért inkább. George szó nélkül felkelt az asztaltól, és ott hagyta őket. Egymásra néztek. Clark főhadnagy most már tudta, hogy fölöslegesen beszélt, de hát erre nem gondolhatott. Némán ettek, egyikük sem szólt semmit. Most bejött az asszony, és valamit rendezgetett az asztalon. Giovanna még nem kelt fel, kérdezte Bárker. Még alszik, azt hiszem nyugtalan éjszakája lehetett. Ez nagyon valószínű, mondta Barker, és várta a hatást. Clark elnevette magát, Bonnie fülik pirót. Az asszony mindebből nem vett észre semmit. A kertajtó felé nézett, arca csupa meglepetés és boldog csodálkozás volt. Filippo! Filippo jön! Fiatal olasz katona közeledett. Ahogy a tornácshozért ért, feszesen tisztelgett. Karján karszalagot viselt, mely jelezte, hogy a szövetségesekhez átállt olasz csapatoknál szolgál. Csinos, fekete fiú volt, az a ragyogó szemű, vakitó a fehér fogsorú déli fajta, csupa életkedő temperamentum. Nyolc napi szabadságot kaptam, újság volt a boldogan. Az esküvőt most megtarthatjuk. Az én Giovannám lesz a legszebb menyasszony, azt hiszem. És Giovanna tényleg nagyon szép menyasszony volt. Ó, fehér sejem ruhájában, amit settében vart a falusi varónő, olyan légies volt, mintha nem is lépne, csak lebegne szinte testetlenül a kis kápolna pacsorai között az oltár felé. Fején Mirtusz koszorúval könnyes tekintettel nézett fel george akit megzavart, megrendített ez a tekintet. Úgy érezte bűnös. Azon az éjszakán, ott a ciprusok alján nem szabadott volna elfogadnia ezt a lányt. Akármilyen közel volt a halál, és akármilyen forró volt az az éjszaka. Most a lány tisztán állna itt, nem égetnék a homlokát a hazug mirtuszok. A fiú, Filippo, őt kérte fel Nász nagynak. Nem utasíthatta vissza, ott állt ő is az oltár előtt feszesen, merev arccal. Az oltár felett egy szép reneszánsz korabeli madonna képmás függött, azt nézte mereben, hogy ne kelljen a lány arcára nézni. Az oltárképet megrongálta egy gyakna találat, de így is csodálatos volt. George elképzelte, hányszor fog Giovanna itt térdepelve imádkozni, hogy levezekelje a bűnét, hogy szeretett. A szertartás már a vége fele járt, mikor a pacsarok között átfurakodva egy küldönc közeledett. Doveri őrnagyot kereste, Lehetőleg észrevétlenül, hogy ne keltsen feltűnést, és ne zavarja meg a papot, aki éppen az áldást adta az ifjú párra. Oda lépett Doveri mellé, és táviratot nyújtott át neki. Doveri belenézett, menet parancs volt. Azonnali indulás. Bárker kérdőleg tekintett rá, George egészen halkan odasúgta neki. Megyünk. Montgomery megindította a nagy, döntő támadást. Második rész A novemberi estében sűrű, nyírkos köccit Az elsötétített utcákon sehol egy irányító fény sugár. A halára ítélt város felett úgy terpeszkedett az állandó sötétség és rémület, mint egy hatalmas, ragadozó, feketén suhogó szárnya. A budai vár büszke falai között egy tébolyodott ütött tanyát. Pribékjei a középkor borzalmait televenítették fel, kínzókamrákkal, gettóval, a gyilkosságok és a szadizmus tébolyult orgiáival. Ez volt a mélypont. Lejjebb már nem süllyedhetett az ország a gyalázat, a pestelenséges macsarába, ahová a németek rántották magukkal. Magyarország volt az utolsó csatlósuk. Budapest a végső fellegvár. Német autók száguldoztak a novemberi ködben, a vak sötét házsorok közt itt-ott még mulatók bújtak meg, ahol folyt a pesgő, és szólt a jazz. Az ital drága volt, de az ember élet olcsó. A rablott kincsekből bőven telt a dorvézolásra. A bárokban finom italokat mértek, ugyanakkor a gyermekek százai haltak meg az éjségtől, mert egy porc teljesen jutott nekik. Az asszonyok hosszú sorokban álltak a boltok előtt, egyetlen karék keserű kukoricás kenyérért, de legtöbbször üres szatyorral tértek vissza fűtetlen otthonukba. A mulató helyeken ott jó meleg volt, a parfüm illatos, félhamájában nem érződött a vérszaga a gyilkos kezeken, akik ittak, szórakoztak és táncoltak. Ez volt a haláltánc. Budán a vár alatt egy csendes utcácskában volt a Tulipán bár. Egy három emeletes modern bérház pince helyiségében magyaros motivumokkal díszített hangulatos kis helyiség. Tulipán alakú ampolnák égtek vársonyja bevont páhojai felett, a kivilágított üvegparket ábrái és magyaros mintákat, kalotta szegi szíveket ábrázoltak. Ezeken a magyar szíveken most német csíznák tiportak. Német tisztek táncoltak a bárban. Az ongorista a divatos lágert játszotta. Holnap, ki tudja, holnap látsz -e még? A dízőz most nem énekelt. Három német tisztel ült az egyik páholyban, peskőztek. A dízőz még nem tudja, hogy a három tiszt közül melyiknél fog ma kikötni, melyiknél a legérdemesebb. Az egyik, aki erősen berúgott már zsebéből, úgy húzta elő a gyűrött százasokat, mintha papírrondyok volnának. Zenésznek, pincérnek úgy lökte oda pénzt számolatlanul. A másik viszont, aki állandóan hangosan énekelt, és nem látomást remek hangulatban volt, Miközben a karjácsi magatta tréfás megjegyzéseket tett az olcsó karkötőjére, és megígérte, hogy ezeket valódiakkal fogja kicserélni. A szobámban van egy fiók, mondta. Abba dobálom bele az égszereket, csupa brilliáns arany. Válogathatsz köztük, Leibling! A harmadik, egy kapitány, az nem ígért semmit. Éles tekintetű, szürke szeme volt a bal arcán hosszú forradás húzódott végig. Mégis ez volt az, aki a legtöbbnek látszott közülük. Mintha hatalma lett volna a másik kettő fölött, egyetlen gúnyos mosolyára elhallgattak. Vajon ennek mennyi pénze lehet? Hédit csak ez érdekelte, a pénz, az arany. Itt volt az utolsó pillanat, hogy gondoskodjon magáról, tudta, hogy már nem szép. A bár tangó világításában még remekül mutatott, a vörösre festett hajával, fülében az óriási divatos klipszekkel, izgatóan nagyra és érzékire festett szájával és a műszempillákkal, amelyek mintha árnyas seprük volnának lázasan csillogó szemei felett. Lesaványodott vállait, vagy ezüstróka keppette, vagy tüllök lebeté körül, a kiálló kulcsontokat. De nappal, ha kiment az utcára, szinte megijedt, ha egy kirak a tüvegben meglátta magát. Legszívesebben ki sem bújt volna a szobájából egész nap. De az orvos azt mondta, járjon a levegőre, minél több friss levegő kell neki. Magaslati levegő. Feküdni egy nyugágyban, valahol a hegyek között. Nyugalom, pihenés, nem a részek férfiak, a füstös lokál. TBC pozitív, mondta az orvos, de nem kell kétségbesni. Maga még fiatal, ki lehet gyógyulni. Hány éves, kedves? 23, hazudta az orvosnak, mert még annak sem mondta volna meg, hogy 28. Mintha nem lenne mindegy. Ahhoz, hogy tüdővészben megdögöljek, így is elég fiatal vagyok. De nem akarok megdögölni, nem, nem. Ők dögöljenek meg, ők a férfiak, akik tönkretették, elhasználták, akiktől mégsem tudott annyit összeszerezni, hogy valami legyen. Szinte élvezette nyújtotta a száját az ezerszer megunt csókoknak, mert tudta, hogy ezzel fertőz a TBC-t kapják tőle, szenvedélyes csóba csomagolva. A tizenkét év tette tönkre, azóta volt a pályán. Az Arizonában kezdte a divatos nagymező utcai lokálban. Milyen boldogság volt bejutni a fényes álompalotába. Minden szegény lány vágyainak ne továbbja, ahová grófok jártak elmulatni ezer hordjaikat, és külföldiek a dollárokat és a fontokat. Hédi 16 éves volt, és formás, fiatal testén csak néhány flitter és trucctól díszelget. gesztenye barna haját platina szőkére festette a rendező utasítására. A következő műsorban, mikor havai lányok csoportjában táncolt, feketére kellett festeni a haját. Hogy hányszor változtatta a hajszínét, arra épp oly kevéssé emlékezett, mint a férfiakra, akik szinte esténként változtak az életében. Nem volt szerencséje, nem jutottak neki sem tékozló grófok, sem gazdag külföldiek. Vidéki kereskedők akadtak csak, akik alaposan megnézték a zsíros erszényüket, mielőtt adtak valamit. Vagy vékony pénzű fiatal emberek, akiknek éppen annyiuk volt, hogy kifizessék a cehet és a zenét. Egyszer akadt egy rendező, aki bejuttatta az operett színházba. Először csak gör volt, de később kis szerepet is osztottak rá. Ez volt a legszebb időszak az életében. A neve rajta volt a színlapon, és az utcán, ha megállt egy hirdetési oszlop előtt, meghatva és megilletődve olvasta a saját nevét. Egy fürdő vendég, halmos hédi. Színésznő leszek, határoztál akkor, és énekelni is tanult. Esténként hazamehetett a színházból, nem kellett konzolmálni és reszketni a főpincértől, hogy nem bontat elég peskőt. De ott volt a rendező, egy durva fránter, aki folyton féltékenykedett, és gyakran meg is verte de tűrnie kellett, hiszen ő neki köszönhetett mindent, a színházat, a szerepet. Na meg az ének tanárnő, ez a vén kerítőnő, aki ingyen tanította, viszont állandóan öreg urakat hívott meg, mikor ő ott volt az órán, akik meghallgatták, hogyan énekel. Ezekkel nagyon kedvesnek kellett lennie a karrierje érdekében. Karrier, néhány hónapig primadonna volt egy hatodrangú vidéki társulatnál. Egész nap szerepeket tanult, mert majdnem minden nap más darab ment. Éjjel meg mulatnia kellett a környékbeli urakkal, akik a színigazgatót támogatták. Akkor kellett volna egy férjet fogni, valami jó vidéki fiút. Kertesházban élni, sokat enni. Igen, akkor még nem lett volna késő. Csak kicsit köhögött, láza csak ritkán volt. Most minden nap délután négykor, ha beteszi a hőmérőt, 37 nyolc Estére aztán lemegy a láz, beveszi a port, amit a doktor írt. Jó ember ez a doktor Zilahi, még eddig nem fizetett neki, de nem szólt, nem sürgeti. A varónő az sürgeti, meg az a piszok szűcs is. Ha nem tud pénzt szerezni, akkor mikor? kérdezték folyton. Most van az az alkalom, a német tisztek tele vannak pénzzel. Oda járnak a tulipánba. Micsoda szerencséje, hogy egy ilyen remek lokálba került. Tényleg. Hédi már nem remélte, hogy egy ilyen elegáns helyre kap szerződést, de a jobb dízőzők, táncos nők mind vidékre menekültek a bombázások elől. Ő itt maradt, Neki úgy is mindegy bomba vagy tüdővész. Ilyen alkalom nem lesz többé. Tényleg most kell pénzt szereznie. Rámosolygott a tisztekre műszem pillái alól. A legcsábosabb pillantásokat vetette rájuk. Kacagott otromba tréfáikon, tánc közben úgy simult hozzájuk, hogyha fából lettek volna, akkor is felvillanyozta volna őket. A szürke szeműből nézte ki a legtöbbet. Olyan valaki lehet, akinek hatalma van, akkor pedig pénze is. Több, mint ennek, aki a százasokat szórja, vagy ennek a hülye fráternek, aki az égszerekkel henceg. De a szürke szemű unattan ült, szája sarkában valami állandó gúnyos mosoly volt. Szemlátomást nem szórakoztatta túlságosan a tulipán bár. Háttal ült a táncparketnek. Igaz, hogy most úgy sem táncolt senki. A bár jobb formán üres volt, rajtuk kívül csak két asztalnál ültek. Az egyik páhaiban egy jól táplált úr, valami ismert hadseregszállító, aki minden italt lefitymált, visszaküldött. Semmi sem volt elég finom, elég jó a számára. Egy nercbundás nő volt vele, nyilván a barátnője. Hédinek úgy tűnt, mintha ismerné valahonnan, talán az Arizonából. Ez is ott kezdhette. De ennek sikerült, hogy ül itt ezzel a kövérrel. Milyen elegáns. Talán nem is a barátnője, hanem a felesége. Mikor az előbb énekelt, méghozzá a legjobb sanzonját, akkor elbigyeztette a száját, és elég hangosan mondta. Milyen pocsék a műsor, rémes. A sarokban két fiatal magyar tisztült. A legolcsóbb bort rendelték, de ma még mulatni akartak egyet, mert holnap indulnak vissza a frontra. Így el, pajtikám, holnap úgyis a vágóhídra visznek. Ezekért bökött oda a németek felé undorral a másik. Az ongorista unottan verte a billentyűket divatos német dalt játszott, hogy a német tisztet kedvébe járjon, hiszen tőlük kapta a legnagyobb borravalót. A pattogó, ritmusú dalba belesüvitett a sziréna hangja. Légi támadás. Az zongorista abba hagyta a játékot. Kezdődik a cirkusz, gondolta. A bár a pincehelységben volt, és így a ház lakói óvhelynek használták pillanatokon belül meg is jelentek. Elsőnek idős házas pár jött, a férj egy kis és nagy bőröndökkel megrakva, mint valami hordár. A feleség csupán egy ruhalkasztót hozott, melyen lila estei ruha díszelgett. Bőrödjeiket maguk köré rakták, a lila ruhát gondosan egy páholy karfájára. Egy rohamsisakos emberke izgatottan robogott be, ő volt a légió parancsnok. Mindenki itt van? kérdezte körülnézve. Miután megállapította, hogy még sokan nincsenek itt, még izgatottabban elrohant. Egy cvikkeres úr, kinek fakó, flanel a lógott ki téli kabátja alól, szemlátomást élvezte a helyzetet. Beült az egyik páholyba, és arra gondolt, mibe kerülne neki, ha ide, mint vendég be. Mert nincs zene, kérdezte, csak folytassa, művész úr, szólt oda az ongoristának. Tilos a zene, ez most óvó hely, inkább imádkozzunk, mondta egy kis öregasszony, aki hatalmas, vörös keresztet viselt a karján. Mózik, kiáltotta most az egyik német, és parancsoló hangja úgy hangzott, mint egy vezény szó. Ez ellen nem lehet apelláta. Az ongorista már is játszott. A cvikkeres öreg úr elég lemérte végig a vörös keresztes öreges kisasszonyt. Közben megtelt a helység. Az ajtóban a szokásos tolongás és veszekedés, amely már az első lépcsőházban megkezdődött. Mindenki igyekezett hamar elfoglalni a helyét. Akinek páhol jutott, jól járt, mert a básonypamlagon még szonyókálni is lehetett, ha esetleg reggelig tart a légi veszély. Most szőke asszony lépett be, kisfiút vezetett kézen fogva. Bundája alól földigérő, sötét básonypongyola látszott ki, ez még magasabbnak mutatta, olyan volt, mint valami királynő. Szépsége első pillantásra minden tekintetet magára vonzott. A jó helyünket elfoglalták, mondta a kisfiú, és újjával a német tisztek páholya felé mutatott. Nem illik mutogatni Zoltánkra, szólt rá a gyerekre, körülnézett. Tényleg már alig volt hely, ahol a gyereket lefektethette volna. A németek mellett volt még egy üres kis pamlag. A szőke asszony leült, maga mellé ültette a kisfiút, lakbőröngyét lejtette a földre. Közben jobbra-balra barátságosan köszönt az ismerősöknek. – Sön, frau! – mondta a sebb helyes arcú, német tiszt, és arcáról egyszerre eltűnt minden unatság. Hideg szürke pillantása felélénkült, elragadtatva bámulta az asszonyt. – Gyönyörű! ismételte, majd érdeklődve fordult a Dizőszhöz, és megkérdezte tőle, kicsoda. Hédi kelletlenül válaszolt, elvégre is, ha egy férfi az ő társaságában van, ne bámuljon más nőket. Egy orvos felesége, itt laknak a házban. A németnek ez nem volt elég, többet is szeretett volna megtudni, szinte felvillanyozva minden érdekelte a szép asszonyjal kapcsolatban. Hogy hívják? Dr. Zilahi Zoltánné. A tiszt most már úgy fordult, hogy leplezetlenül bámulhatta az asszonyt. Az a gyerekkel foglalatoskodott, és szemlátomást nem akart tudomást venni a tisztről. Kis lakbőröngyét felvette és kinyitotta, hogy valamit kivegyen belőle. Egy csomag kekszet vett ki, és egy szeletet odaadott a kisfiúnak. Közben egy alma kiesett, és legurult a földre. A német villám gyorsan felugrott, és felemelte az almát, zubbonya ujjában kis törölte, majd odalépett az asszonyhoz, udvariasan meghajolt, és átnyújtotta. Engedelmével Günther százados. Az asszony kényszeredette nyújtott kezet megköszönte a fáradtságát és eltette az almát. Egész viselkedése olyan visszautasító volt, hogy a tisztnek mindenképp észre kellett volna vennie. De Hauptmann Günther mégsem zabartatta magát. Beszélgetést akart kezdeményezni. Szép kisfia van, mondta, és megsimogatta a gyerek világos szőke, fürtös fejét. Mennyi idős? Négy éves. Ilyenkor nem szokott félni? Nem. És a nagyságos asszony hogy bírja ezt idegekkel minden éjjel? Ezek az átkozott angolok és oroszok a bombáikkal. Engem nem zavar. Kialakult a társalgás. Günther most a kis kofferra nézett, amely már az előbb is feltűnt neki. Csupa külföldi szálloda címke volt rajta. A legfeltűnőbb egy tevés, amely az egyik kairói hotelt hirdette. Sokat utazott asszonyom. Úgy látom, keleten is járt. Jártam. Szeret utazni? Nem. Olvasni szeretek, bocsásson meg, de most is egy jó könyvet hoztam le magammal. Könyvet vett elő, és fejét megbiccentve jelezte, hogy befejezte a társalgást nyugodtan olvasni kezdett, és Günther nem tehetett mást, mint leforrázva visszament az asztalához. Hédi élvezte a jelenetet. Na, kellett ennek, úriasszony, most aztán alaposan le lett égetve, gondolta elégtétellel. Günther leült és töltött magának. Egy hajtásra kívott egy vizes pohár Unalmas a nő és buta, mondta a társaságnak. Az asszonyt bosszantotta a tiszt tolakodása. Főleg, mert tudta, hogy a ház lakói mind oda bámultak és figyelték a jelenetet. Nég szerencse, hogy ilyen hamar sikerült lerázni. Különben azt mondanák, flörtöl itt az óf helyen, mikor nincs itt az óra. De tényleg, hol maradt Zoltán ilyen sokáig? Tíz óra jóval elmúlt, és azt ígérte, hogy ma korán hazajön. Értelen nyugtalanság fogta el, és idegesség. Csak nem történt vele valami baj. Állandó rettegésben élt miatta, és esténként, ha a férfi hazajött, mindig úgy érezte, mintha egy kő esne le a szívéről. Ilyen soká, mint ma, még soha nem maradt el, kivéve, ha ügyeletes volt a kórházban, de ma nem volt, ezt tudta biztosan. Milyen szép pongyolája van édesem, szólt hozzá a második emeleti méltóságos asszony, Lornyonyát a szeméhez emelve, és jó szemügyre véve, a bunda alól kilátszó, földig leomló básony. Valódi francia anyag, ugye? Lehet, de azért viselem, mert jó meleg. Tudta, hogy a méltóságos asszony a háta mögött úgy is megszólja. Éppen tegnap mondta valakinek, hogy disznóság a mai világban ilyen pongyolákban mászkálni. Ő bizony méltóságos asszony létére csak barhetben jár. Tényleg, ha a szúrtos barhet pongyolájában volt, és véletlenül valaki meglátta, nyugodtan nézhette lompos szolgálónak. Esténként a légi támadáshoz szépen kiöltözködött, és úgy vonult le az óvhelyre, mintha szórakozni menne. Zilahiné nem szerette a ház lakóit. tudta, hogy rossz indulatúak, és akármilyen kedvesek a szemébe, a háta mögött plegykáznak. Az első emeleti özvegy, aki olyan mézes mázosan üdvözli mindig, kijelentette róla, hogy gyanos nő, mivel azelőtt külföldön élt. Gyanús. Az özvegy merte ezt mondani, aki egyik szobáját kiadta annak a vörös hajú dízőznek, akihez naponta más és más férfiak járnak. A harmadik emeleti ezredes lány most mosolyogva közeledett a helység másik vége felől. Már nem vagy beteg Zoltánka? kérdezte a kisfiút, de közben a német tisztek felé mosolygott, hiszen csak azok miatt jött ide. Már meggyógyultam, most a mackom beteg, tessék nézni. Megmutatta a mackot, amelynek a nyaka zsebkendővel volt átkötve. Lehet, hogy megoperálom, mint apukám szokta az embereket, folytatta a gyerek, de a, a lány nem figyelt rá. Kabátját hirtelen letette, mintha most jönne rá, hogy melege van ugyanis kötött ruhájában nagyon festnek érezte magát, és remélte, a németek el lesznek ragadtatva. De azok észre sem vették. A forradásos arcú mereven bámulta az asztonyt, tekintette most már szinte konokul rászegeződött. A másik kettő meg a dízőznek udvarolt. Mikor megtudták, hogy itt lakik a házban, öröktön felajánlották, hogy záróra után felmennek hozzá, és majd igyekeznek szórakoztatni. A főpincértől szereznek innivalót is. Hédinek ez sehogy sem tetszett, szívesebben ment volna ő a tisztek lakására, hogy azt a bizonyos fiókot a sok ékszerrel kicsit megtekintse. De a tisztek a gellért szállóban laktak ahova állítólag nem vihettek fel nőket. Hédi kénytelen volt ebbe belenyugodni, és most már teljes héből azt a tisztet főzte, akinél a sok százast látta. Nem engedte költekezni, mikor újabb pesgőt akart rendelni, azt mondta. Ne legyen könnyelmű, Leibling! Persze, majd mind elberi a pénzét, inkább neki adja, mint a piszok tulajnak, aki állandóan becsapja a konzumálási százalékkal. A szürke úgy látszik, nem használta lecke, még mindig bámulja a doktornét, szinte szugerálni akarja az éles, átható tekintetével. Ahányszor iszik, magasra emeli felé a poharát, de hiába, az rá se néz. Ez a hülye ezredes lány meg mit illegeti magát itt, Mit kedveskedik ezzel az oltánkával? Éppen tegnap mondta rá, micsoda átkrozott kölyök, ha az övé volna agyonütni. Csak azért, mert hangosabban lármázott, míg ő levelet írt. A frontra érke leveleket, legalább öttel levelezik egyszerre, mondta a postásnő. Finom kis úri lány, Hogy vigyorog ide a tisztekre? Persze, szívesen kikezdene velük megszólalt a sziréna. Egyenletes, hosszú búgása a légi végét jelezte. Végre! Mindenki fellélegzett és szedelőzködni kezdett, és perceken belül kiürült a helység. Az ófely ismét bárá változott, az ongorista egy fokszot kezdett játszani, Hédi a táncparketre cipelte a részek tisztet, és arcához simulva táncolni kezdett. A szoba még nem hűlt ki, a nagy fehér cserépkájha még ontotta barátságos melegét. Anna örült, ha az ura hazajön, átfázva ettől a ködös, nyírkos időtől, legalább jól felmelegszik. Azonnal te a vizet tett fel, hogy egy forró, rumos teával fogadhassa. Zoltánka nagyot ásított, hamarosan levetkeztette, és lefektette a kis égszínkék rácsos ágyába. Anyuka, már nem lesz több légó. Reméljük, kicsikém. Ugye, nagyon késő van már, de még nincs holnap. Apuka, miért nem jött még haza? Rögtön hazajön, alukájá szépen. A gyerek hamarosan elaludt. Anna még ott állt egy ideig, fölé hajolva gyönyörködött benne, ahogy seprűs, hosszú szempillái meg-megrebbennek, aztán lecsukódnak pici száját félig nyitva hagyva, egyenletes szuszogással elalszik. hegyen elment a kiságytól, és leült a kájha mellé. Elővette a kötést, egy pulóvert kötött az urának karácsonyra. Istenem, vajon milyen lesz az idei karácsony? Vajon béke lesz addigra? Megélik egyáltalán? Csak Zoltánnal ne történjen semmi baj veszélyes, amit csinál, az életével játszik. Néhány hete annak, hogy bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. Most is azokkal van, biztosan valami titkos összejövetelen. Istenem, csak már hazajönne. Fél tizenkettő. Ilyen soká még nem maradt el soha. Anna egyre nyugtalanabb lett, és türelmetlenül tekingetett a kis fali órára, amely vidáman ketyegve mutatta az éjszakába nyúló hosszú perceket. Végre! Kint az előszoba ajtó zárjában kulcs csörrent. Zoltán hazajött. Anna kiszaladt eléje, le akarta segíteni róla az átázott köpenyt. Már úgy aggódtam érted, olyan rettenetesen késő van. Azt hittem, rég alszol Annácska, nem engedte, hogy az asszony lesegítse a köppenyt, hamar kibújt belőle, és az asszonyt átkarolva bement a szobába. Bent a lámpa erős fénykörében látszott csak meg, hogy mennyire kimerült. Ülj a kájhához, már is hozom a teát. Zoltán fáradtan vetette magát a karosszékbe. Majdnem ráült a kötőtűkre, megnézte a pulóvert és megállapította, hogy Anna megint szorgalmasan dolgozott rajta. Aztán hamar a szék mögé dobta, hisz ezt neki nem szabad meglátni, karácsonyi meglepetésnek készül. Anna már hozta is a párolgó teát. Igye, hamar, hiszen egészen át vagy fázva! Nézd, mi van még! Ideg, kacsa tett elé. a régen ízlet finom szag incsiklandozóan terjengett a szobában. Hát ezt hogy szerezted? Egy parasztasszonynal csereberéltem. Egy úcska blúztattam érte. Szoltán olyan élvezette lette, hogy Anna már igazán nem bánta, hogy a legszebb sejem blúzát és két hálóingét adta a svábasszonynak érte. A gyerek már evet? Igen, a májat adtam neki. Nagyon izlet, azt mondta, ezentúl mindig májacskát akar enni, nem babot és borsót. A férfi befejezte az evést. Egy megszokott mozdulattal megcsókolta az asszony kezét. Köszönöm, igazán finom vacsora volt. Nem érdemelted meg, aki ilyen késő jár haza. Nagyon fontos megbeszélésünk volt. Aztán még ki kellett menni a pályaudvarra, két kórházvonatot akartak indítani. Egyelőre megakadályoztuk a dolgot, hogy sikerül-e, még nem biztos. Közel ezer emberről van megint szó, akiket Németországba akarnak vinni. A pályaudvar parancsnok a mi emberünk. Egyszerűen nem adott mozdony. Egy német őrnagy ordítozott, hogy szabotás, ami történik, de nem sokat törődtünk vele. Zoltán, nem keveredhetsz bajba, úgy féltelek. Ne félts, Annácska, a mozgalmunk nagyon jól van megszervezve. Nők is vannak benne, nem segíthetnék neked én is valamit. Nem, nem, azt nem engedném. Te csak törődj Zoltánkával, neked ez a feladatod. Holnap különben itt lesz a megbeszélés nálunk. Délután a rendelő óra alatt jönnek a bajtársaim. Tizenheten lesznek, legtöbben civil ruhában senkinek sem tűnhet fel elvégre egy orvosi rendelőbe, akár akárhányan jöhetnek, délután négytől hatig. De Gregyáknét minden esetre szabadságod, és te nekik ajtót. A valódi paciensek leülnek a váróba, őket viszont a rendelőn keresztül rögtön az ebédlőbe vezest. Látod, ezzel már is részt veszel a mozgalomban. Igen, mondta lelkesen Anna, örült, hogy ő is tehet valamit. Ha más nem is, de a lakását bocsátja a rendelkezésükre, és végre láthatja őket, akik a szabadságért dolgoznak, akár az életük árán is. Bementek a hálószobába. Anna megigazította az ablakon az elsötétítő papírt, mielőtt felkattintotta a lámpát. A férfi megállt a kis ékszinkék rácsos ágy előtt, aztán lehajolt, és alig érintve ajkával az édes, álomban kimelegedett kis arcot, megcsópolta a fiát. A gyerek nem ébredt fel, de megmozdult. A mackó ott feküdt most is mellette, anélkül nélkül sosem aludt volna el. Hanna is odajött a gyerek ágyához, és megigazította a félre csúszott paplan. Ahogy lehajolt a gyerek fölé, nem tudta megállni, hogy egy pillanatra ne szorítsa hozzá az arcát. Édes kicsi virágom! Zoltán az egyik kezét az asszony vállára tette, a másikkal a gyerek paplanyát simogatta, ahol a kis test körvonalai domborodtak. Ti ketten vagytok nekem a minden, az imádságom, az életem értelme. Érzed ezt, Anna, ugye érzed? Tudom, mondta az asszony, és a szeme hirtelen elfátyolosodott. Majd nem boldog volt ebben a pillanatban. Zoltán hazatelefonált a kórházból, hogy több műtéte akadt, nem tud négy órára itthon lenni. Ha a paciensek jönnek, csak várjanak, ahogy végez, már jön is. Anna már elküldte a bejáró nőt, aki az utóbbi hetekben a szobarányt is pótolta, hogy ő maga nyisson ajtót. Az ebédleasztal körül 17 széket állított fel, itt lesz a megbeszélés. A váró szobából majd, mind behorta a széket, csak két fotelt hagyott ott, no meg a ablagot, egyszerre sem jön több beteg. Pontosan négy órakor szólalt meg először a csengő. Anna alig tudta izgatottságát palástolni, ahogy kiszaladt ajtót nyitni. Fiatal zászlós volt az első. Nem mutatkozott be, csak annyit mondott. Beutalásom van. Ez volt a titkos jelszó, hogy a megbeszélésre jött. Anna bevezette a várónát a rendelőbe. Kérem, foglaljon helyet, az uram még nincs itthon, operál. Első vagyok, kérdezte zavartan a kis zászlós. Igen, gyújtsa rá, és menjen át az ebédlőbe, ott lesznek. Csöngettek, most már sűrű egymás utánban jöttek. Beutalás, beutalás. Zoltán még nem jött haza. Közben két valódi páciens is jött, ezek a várószobában ültek le. Egy környékbeli úr, aki inekcióra járt, ezzel Zoltán, ahogy hazőn, hamar végez. A másik a vörös hajó dízőz a házból. Ez meglepődött, hogy maga a doktor nyitott ajtót. Anna igyekezett kedves lenni vele. Foglaljon helyet, drágám, jó, meleg van oda bent. Amíg az uram megjön, olvasgassa az új színházit. Remélem, semmi komoly baj nincs. Sajnos van, csúnyán köhögök. Na, nem lesz az olyan veszélyes. Újabb csengetés. Megbocsát, kedvesem, de ma én vagyok a szobalány. Kiment. Most egyszerre ketten is jöttek, egy civil, meg egy százados. Beutalásunk van. Az ebédlő már majdnem megtelt, mire Zoltán hazajött. A helyőrség kórház olyan messze volt, hogy jó órába telt, amíg hazaérhetett. Hamar elintézte az inekciót. Most következett a dízőz. Vele is hamarosan akart végezni, különösen mert idegesítette, hogy az ebédlőből hangok hallatszanak át. Akár milyen halkan beszélnek, de ennyi ember együtt valami zsongásszerű zajba olvad, és ez a zaj átszűrődik a rendelő párnázott tupla ajtaján is. Nos, mi baj, kedvesem? A lázam mindig több, mostanában már 38-ra is felmegy délutánonként, így 4 óra tájban. Az orvos megfogta a lány pulzusát, nem mutatott annyit, 80 vert. Talán rossz a hőmérője, majd megmérjük, jó? Hőmérőt adott a lánynak, és tudta, hogy most tíz percig itt ülhet vele, ami azok oda bent már türelmetlenül várakoznak rá. Amíg hőmérőzni magát, beszaladok. Megbocsát? Ahogy kilépett az ajtón, a lány felugrott, és a lakáshoz vezető ajtó kulcsukára szorította a fülét. De nem hallott semmit. A férfi hangok egymásba vegyültek, azt minden esetre megállapította, hogy sokan lehetnek oda bent. Igaz, ezt már az ablakból is látta, mielőtt feljött. Mikor Zoltán visszajött, már ismét nyugodtan ült a széken. A láza 37-8 volt. Lássa, kedvesem, mégiscsak rossz a maga hőmérője. Nem mindegy, 38 vagy 38 hét. Dehogy is mindegy, nagyon komolyan differencia a maga esetében. Egy torokgyuladásnál még az is mindegy lehet, hogy 38 vagy 39, de magánál mit csináljak, doktor úr? Megmondtam már a múltkor, hagyja ott a tulipánt és kimélje magát. Próbáljon egy magaslati helyre kerülni, sok fekvés, tej, vagy egy szanatóriumi bejutó, esetleg egy kórház tüdőosztályára. Persze, ez most nehéz, a kórházakat lefoglalták a sebesültek számára. Maradt tehát az első megoldás. Ezt ajánlom leginkább. De, doktor úr, ha nincs pénzem, nem kerül az olyan sokba. Elmehet egy parasztházba a hegyek közé, ihat kecsketejet. Hédi elfintorította az arcát. Ahogy a doktor azt képzeli, majd bolond lesz. Ezt az utolsó pár évet, vagy talán hónapját, ami hátra van, egy vacak paraszt parasztházban leérni. Kecsketej. Fúj! Na, vetkőzzön le, kedves, kicsit meghallgatom. Bár a röggen többet ért, de hát a múltkor már átvilágítottuk. Olyan gyakran nem lehet. Ártalmas. Mi lehet nekem ártalmas? Így is, úgy is elpusztulok így nem szabad beszélni. Magánál sokkal súlyosabb TBC-s betegek teljesen kigyógyultak. Így el nekem! A lány már levette a brúzát. Most fekete csipkékkel díszített lila sejem kombinéjában át az orvos előtt. Ez a kacér kis kombiné nyilván nem arra volt hivatva, hogy egy komoly orvos előtt válpántját leengedve felfedje lesoványodott testét. Édi, aki már annyi férfi előtt levetkőzött, most szinte zavarban volt. Más egy fél homályos szobában vetkőzni egy felajzott férfi számára, mint így az orvosnak, aki sztetoszkópját füléhez emelve közeledik felé. Mintha nem is férfi volna. Mellét olyan közömbös mozdulattal tolta félre, hogy sztetoszkópját oda helyezze. Mikor megvolt, megkérdezte. Nos, doktor úr, mit észlel? -e? Semmi különeset. Kap egy beutalást tőlem a tüdőgondozóba. Holnap elmegy oda, aztán majd meglátjuk. A bár üres volt. Már kilencre járt, de még egyetlen vendég sem vetődött be. A tulipános ámpolnák hiába égtek, a básonypáhojok üresen ásítoztak. Hédi a zongoristával beszélgetett. Úgy látszik, leáll az egész, akkor jól nézünk ki, mondta a zenész. Megjegyzem, nem értem, mert a kanári minden este tele van, egy barátom ott a dobos. Mit akar? Tegnap is itt voltak elegen, az én németjeim eleget konzumáltak. Maga is kapott tőlük eleget, nem panaszkodhat még ne is kapjak, amikor egész este nekik játszottam, pedig utálom őket, fúj, ott dögöltek volna meg, ahol voltak. Miért beszél így, mikor belőlük él? Valamiből kell élni, családos ember vagyok, tudja jól. A feleségem az ötödik hónapban van, leküldtem vidékre, nem hagyhatom most itt ebben a folytonos bombázásban. Ott nyugalom van, és ennivaló is. Mi tejet is ihat minden nap. Tej, nyugalom, ez kellene nekem is, gondolta most keserűen a lány. De persze nekem nincs szerencsém. Mivel különbez a lonci, mint én? Ismerte az ongorista feleségét, lokálnő volt, ő is, kis jelentéktelen szőke teremtés, mikor összeházasodtak, mindenki kinevette loncit. Most majd főzhet, piacra járhat, zóknikla stoffolhat, és vasalhatja a férjének naponta a frackingét. De neki volt igaza. Most boldog. És van, aki gondoskodik róla, gyereke is lesz. De kitörődik velem, gondolta kétségbesve. Ma délelőtt volt a tüdőgondozóban a cédulából, amit Zilahi doktor adott, de lekésett, már nem volt rendelés. Majd holnap megint elmegy korábban. Ma későn kelt fel. Az éjjel sokáig tartott a muri. A két német feljött hozzá, rengeteg italt hoztak magukkal. Érdekes, hogy a forradásos arcú az a Günther nem jött. Furcsa egy pofa délután egész meglepetésszerűen beállított, anélkül, hogy ezt előre megbeszélték volna. Hédi nem csodálkozott túlságosan, megszokta már, hogy a férfiak mindent különösebb bejelentés nélkül meglátogatják. Kedvesen fogadta, fekete kávét akart neki főzni, de a tiszt tiltakozott. Rágyújtott a saját cigarettájára, és úgy viselkedett, mint aki nem akar semmit. Megállt az ablakban, és kinézett. Hédi ablaka az udvarra nyílt, a szemközti folyosót lehetett innen látni. Günther nyilván azt bámulta. Persze, a doktorék bejárati ajtaját. Talán azt reméli, hogy az asszonyt láthatja. Hűje! A pácienseket láthatta csak. Akik jöttek sűrű egymás utánban. Négytől hatig rendel a doktor. Érdekes, még sosem figyelte meg, hogy ennyien jönnek, ilyen jól megy a doktornak. Szinte percenként jött valaki. Günther most rászólt. A hangja szinte parancsolóan hangzott. Menjen fel az orvoshoz, mintha valami baja volna. Vizsgáltassa meg magát, de közben nézzen kicsit körül. Kik vannak ott? Kicsit nyissa ki a fülét. És egy százas nyújtott át Heidinek. Hédi majdnem elnevette magát. Nagyszerű, tegyen úgy, mintha valami baja volna. Mintha nem volna éppen elég baja. A pénz minden esetre jól jött. Felszaladt az orvoshoz. Elég soká el kellett várnia, mert a doktor nem volt otthon. Közben jöttek elég sokan, de ezeket a lakásba vezette az asszony. Mindenféle pofák voltak, tisztek, civilek egy református pap is volt köztük. Ezt mind elmondta Günternek. A tészt egykedvűen hallgatta, mintha nem is érdekelné túlságosan, aztán még egy százast adott neki, és elment. Hédinek valami furcsa, kellemetlen érzése maradt ezután a látogatás után. Mit akarhatott ez a Günter? Lehet, hogy ártani akar Zilahi doktornak, és erre még őt is felhasználta. Aljasság, gondolta. A doktor mindig jó volt hozzá, pénz sem kért, még a röggenért sem, és erre most ő ezért a rongyos 200 pengőért, amit ez a piszok német adott, felment szimatolni. Hédit pártotta a dolog, de aztán megnyugtatta magát, hogy a tiszt egyszerűen csak bukik az asszonyra, ezért érdekli minden, ami körülötte történik. Mit árthatna Günther a doktornak? Elvégre az is százados, mint ő, orvos százados. Tehát semmivel sem kevesebb nála. Este, mikor lement a bárba és látta, hogy Günther milyen jókedvű, és nem is emlegeti többé a dolgot, teljesen megnyugodott a lelkiismerete. Ezúttal táncolt is, egy trotra kérte fel. Igazán jól táncolt nem olyan esetlenül, mint a másik. Valószínűleg a szerelemben is különb, mint a barátja, ez a tök részek fráter. Kár, hogy nem lehet vele kezdeni, csak a doktorné érdekli, odáig van érte. Fél tisztályban, mikor megszólalt a sziréna és a ház lakói levonultak, szinte oda tapadt a szeme a bejárathoz. Hogy felcsillant a tekintete, mikor meglátta az asszonyt? De ma nem volt szerencséje, messzire ültek le tőlük, és a doktor is lejött. Ez a férje? kérdezte érdeklődve. Ez csinos ember, ugye? tette hozzá, hogy kisé bosszantsa. Günther elhúzta a száját. Egy pillanatra, mintha gúnyos vonás valami kegyetlen, kemény fintórá változtatta volna. Vagy csak a hosszú sebb hely miatt látszott így, amely vörösen, élesen húzódott végig a bal arcán. Székét most úgy fordította, hogy zabartalanul bámulhassa az asszonyt. A doktornén most nem volt rajta a hosszú básonypongyola, rendes, rövid ruhát viselt. Nagyon jó lába van, ismerte el Hedi. És a német tiszt ebben gyönyörködött. Szinte beitta magába az asszony minden vonását, a világos szőke, vállára hulló hajától a karcsú, sejem harisnyás lábáig. Mikor beértek a bárba, oda köszönt, de az asszony nem vette észre, vagy talán nem akarta észrevenni. Ahogy leültek, könyvet vett elő és olvasott. A doktor a kisfiút tartotta az ölében, és egy öreg úrral beszélgetett elmerülve. Úgy ült, hogy nem behette észre, Günther mennyire bámulja a feleségét. Most már nem lehetett vita, hogy legyen ezene vagy sem. A németek parancsoltak, és a zongorista engedelmesen játszotta a divatos slágereket. Az öreg kisasszony a szép nagy vörös keresztjével kétségbe volt esve, hogy ilyen profán zene mellett nem imádkozhat. A cvikkeres úr, akivel előző nap vitája volt, most jó leső elégtétellel mérte végig, és posztó papucsos lábait kényelmesen kinyújtva a páholy bársonyán élvezte az ingyen szórakozást. Az ezredes lány most közvetlen a németek mellett ült, és sokért nem adta volna, ha táncra kérik. Egy másik asztalnál is ültek németek, de ezek nőket is hoztak magukkal, ezekkel még reménytelenebb volt az eset. De ez a három, akik itt ültek a dízőzzel, ezekkel meg lehetne ismerkedni. A legérdekesebb, ez a sebb arcú esestiszt, tiszt, de ez úgy látszik, nagyon oda van Zilahinéért. A másik meg a dízőzzel hülyéskedik, maradt tehát a harmadik, de ez nem valami csinos. De ez végül is észrevette a lányt, és minden bemutatkozás nélkül beszélgetés kezdett vele. Később aztán be is mutatkozott neki, és átült hozzá. Hédi dühösen állapította meg, hogy az úri lány konkurenciát csinál neki. Most már nem elég a doktorné, akiért Günther van oda. Ez a taknyos lány meg majd elholdítja Rolfot, akinek állítólag a fiókja tele van ékszerekkel majd még az ezredes lány kap belőlük, nem ő. Szinte fellélegzett, mikor véget ért a légi veszély, és a lakók elmentek a fenébe. Most kezdődött az igazi mulatság. Hédi felment a pódiumra, és egy pikáns kis sanzont énekelt németül. Mindenki oda volt, a másik német társaság tisztjei is tapsoltak, éjjeneztek. Az üvegparket kivilágított szívein vígan steppeltek a német csizmák, a másik társaságból a nők folyton táncolni akartak. Az ongorista meg lehetett elégedve. Csak úgy dőlt a tányérjába a gyűrött papírpénz, a tulaj sem panaszkodhatott, folyt a pesgő. Mire záróra lett, mindenki berúgott, talán csak Günter százados nem. Hédi felhívta őt is a lakására, de nem jött. A két másik, Rolf és Walter persze feljöttek. Konyakot meg is vittek fel. Hédinek volt esze. Az egyik üveg konyakot rögtön eldugta. Tiszta haszon. Rolf ma olyan szenvedélyes volt, úgy látszik, jót tett neki a flört az ezredes lányjal. Walter teljesen be volt rúva. Ahogy felértek a lakásba, elnyúlt egy karosszékben, és már is elaludt. Reggel volt már, mikor elmentek tőle. Megígérték, hogy ma is bejönnek a bárba. Érthetetlen, hogy még nincsen itt. Fél tíz van már, szólt oda az ongoristának, aki most unalmában újságot olvasott. Majd a potya vendégek jönnek, ha megszólal a sziréna, válaszolt a zenész. Hédi most magában számolgatott 800 pengőt már eddig is leakasztott a németekről. Ha a lokál most leállna, a tulaj kénytelen lenne az egész hónapi ázsiát kiadni. Talán volna annyi pénze, hogy elmehetne vidékre. Parasztház, kecsketej. Majd meglátom, mit mondanak holnap a tüdőgondozóban. Talán még nem késő. Anna bekapcsolta a rádiót. A Dunántúl már légi veszélyt jelzett, akár melyik pillanatban itt is megszólalhatnak a szirénák. Így tíz óra tájban minden este volt riadó. Az éjszaka nagy részét odalent töltötték a pincében. A gyereket minden esetre lefektette, legalább addig aludjék, amíg lehet. Lent olyan lárma van, hogy úgysem lehet aludni. Egy pillanat is sem. A németek folyton nyúzzák az ongoristát, mulatni akarnak mindenáron. Úgy látszik, érzik a vesztüket. Az a tolakodó fráter tegnap megint ott volt, szinte kellemetlen már, ahogy bámul. Még jó, hogy Szoltán nem vette észre, ő is bosszankodott volna. Ma nem fog hazajönni, éjszakai ügyenetes a kórházban. Milyen rossz, amikor nincs itthon. Olyan jó érzés tudni, hogy itt van, vigyázz rá. Szépen lefekteti a pamlagra. Pihenj, Annácska, amíg megszólal a sziréna, én majd olvasok addig. De nem olvas, nem. Anna érzi, hogy őt nézi. A lassan lecsukódó szemeit és szeliden, lágyan simogatja a haját. Olyan jó a simogatása, olyan megnyugtató, olyan biztonságérzetet ad nem, semmi baj sem történhet vele soha, hiszen Zoltán vigyáz rá. Egy napon megfogta a kezét, hogy elvezesse a helyes útra, és azóta nem bocsátotta el. Hogy múlik az idő? Öt éve már annak a napnak, ötödik éve, hogy házasok. A pamlak felett bekeretezett kép az esküvői képük. A zöld ernyős állólámpa szelít fénykörével éppen rávilágik. Nem valami jó kép. Anna úgy összehúzza a szemét, mintha a napba nézne, pedig nem is sütött a nap. Hópejheg száldostak azon a januári délelőttön. Az előjáróság előtt állnak, fent a várban. Az autó is látszik, és mama tollas kalapjának egy része. A többi kép körös körül, mint Zoltánka nevető, síró, édes kis arca néz le mindenütt a falról. A legnagyobb boldogság, a legnagyobb öröm, amit az élet adhat, ő. Kicsit drágaságom, gondolta túláradó szívvel, aztán hirtelen felugrott, mert eszébe jutott, hogy nem készítette ki a gyerek kis bundáját. Kint van az előszobában, és nagyon áthidegszik, ha sietve rá kell adni. Magára kapta nehéz sejemkendőjét, mert az előszobában hideg volt nagyon. Egy légnyomás bezúzta az ajtó felső ablakát, amit egyelőre papírral pótoltak. Utálatos volt ez az örökösen zizegő papír, most is, ahogy a vad novemberi szél szinte megrázta az ajtót, olyan furcsán suhogott. Egy pillanatig az volt az érzése, hogy valaki áll kint az ajtó előtt mintha egy sziruettet látott volna. Ostobaság. Kiált kint a folyosón a hidegben. Besietett, és a gyermek bundácskáját letette a kájha közelében. De valami furcsa érzést maradt benne, hogy mégis átkint valaki. De ki? Hirtelen valami indokolatlan félelem fogta el, valami rossz előérzet. Istenem, ha Zoltán itthon volna, itt volna mellette, nem idegeskedne ilyen ok nélkül. Kis csacsikám, mondaná nekik, és már a hangjától is megnyugodna. De így egyedül olyan rossz. Csak ne lenne minden héten ez az inspekció. Csengettek. Éles, gyors csengetés volt. Ki jöhet ilyenkor? Balázs bácsi, a házmester, az másképp csenget, tehát nem ő. De ki? Valami furcsa szorongást érzett, amíg kiment a két szobán keresztül, hogy kinyissa az ajtót. Igen, most ugyanazt a sziluettet látta, tehát mégsem tévedett az imént. Kinyitotta az ajtót. A német tiszt, a sebb helyes arcú állt az ajtóban. Anna meghökkent. Mit akarhat ez? A szemtelenségnek, a tolakodásnak ez már a legmagasabb foka egyszerűen feljön a bárból és becsenget. Mit óhajt, kérem? A tiszt mosolygott. Csókolom a kezét, szép asszony. Mit óhajt? ismételte Anna, most már élesen, de közben hátrált egy lépést, mert a tiszt belépett. Mosolya most már fölényessé vált. Hogy mit akarok? Majd elmondom magának, szép asszonyom. Időnk van bőven hosszú az éjszaka. A tiszt most elnevette magát. Arcán a hosszú forradás furcsa, torsz, fintorrá alatt. Zoltán, Zoltán, kiáltotta Anna a szoba felé, hogy a tiszt azt higgye, a férje oda bent van, és nem erjen tovább szemtelenkedni. Gondolja, hogy a hangja elhallatszik a helyőrségi kórházik? Úgy tudom, a kedves férje ott van. Anna most megrémült. Ez az ember tudja, hogy ő egyedül van, és ki van szolgáltatva neki. Egyszerűen rátör, és akármit követelhet tőle. Összeszedte minden bátorságát. Nem, ez a német ne higgye, hogy fél tőle. Igen, egyedül vagyok. Ön úriember, tiszt. Kérem tehát, hogy nem molesztáljon egy védtelen nőt. Menjen vissza a bárba, ott talál olyat, aki szívesen szórakozik magával, de én nem. Ezt különben már a múltkor észrevehette. Kérem, távozzék. Távozom, mosolygott a tiszt. Eszemben sem volt itt maradni, de maga is velem jön. Én? Én? Igen, maga a szép asszonyom. Ugyanis, ha nem tudná, közlöm, hogy nem a bárból jöttem, hanem a gestapótól. Anna elsápat. Gestapó. Ennek a szónak olyan hatalma volt, olyan ijesztő hatása, hogy egy pillanatra szinte elakadt a lélegzete is. A tiszt kihasználta ezt a lélektani pillanatot. Körülnézett az előszobában, a fogason megpillantotta az asszony bundáját, és ráborította a vállára. A sváb hegyen hideg van, mondta magyarázólag, és hangja olyan volt, mint valami gondos lovagé, aki estére kíséri a hölgyét. Anna észbe kapott. Ennek az embernek ő tetszik, nagyon tetszik, az biztos. Talán tudna hatni rá, ha könyörög, ha kéri. Százados úr, ne vigyen el. Nem követtem el semmit, amiért a gestapóhoz jöhetne. Esküszöm semmit. Gyermekem van, kisfiam, hiszen látta. Mi lenne vele nélkülem? Legyen szíve, könyörgök magának. Könnyes, kék szemével esdekelve nézett a férfira, és megfogta mind a két kezét. Szép, mikor így könyörög, mondta hidegen Günther de az imént, amikor kiutasított, akkor is szép volt. Tetszik nekem, és ezt most ki akarja használni rendben van. Alkalmat adok rá, de most jöjjön. A hangja parancsoló volt, ellentmondás nem tűrő. Megfogta az asszony karját, a fogása olyan volt, mint egy bilincs. Nem megyek, engedjen el, könyörgök. Megpróbálta a karját kiszabadítani, minden erejével kirántani a bilincszerű szorításból, de nem sikerült. Segítségért kiáltok, ártatlanul akar elhurcolni. Ártatlanul. A szürke szempár most éleset villant, és halkan egyetlen szót mondott. Beutalás. Az asszony szeme megrebbent. Ez a rebbenés elárulta. Mégsem ártatlan tudja a jelszót, az ellenállók jelszavát, amit tegnap használtak itt ebben a lakásban a titkos megbeszélésen. Indulunk, rendelkezett a tiszt. Csendesen, minden feltűnés nélkül, a saját érdekében. Az asszony kiáltani akart, de a hang nem jött ki a torkán. Revolver cső merett rá a tiszt másik kezében, egyenesen a szívének szegezve, egészen közel hozzá megcsillant a revolver. Ez volt az a pillanat, amikor bent, hogy mindennek vége. Apatikusan követte a tisztet. A lépcsőházban, ahogy mentek lefelé, úgy érezte, a térdei valahogy önmaguktól lendülnek előre, teljesen függetlenül a saját akaratától, mintha nem is a saját lábai volnának. A földszinten, mintha valaki jött volna szembe a bárfelől, de a sötétben nem láthatta ki. Oda szólni, hogy szóltánkra egyedül maradt, vigyék el a nagyanyjához. De mielőtt kinyithatta a száját, érezte Karján a szorítást, és a tiszt halkan szólt. „Steel, Csendet. A ház előtt ott állt a vermak kocsia. Sofőr nélkül volt, Günther százados maga vezetett. Erőszakos mozdulatában, ahogy felsegítette az asszonyt, mintha lett volna némi udvariasság. Megindultak bele a vak, sötét éjszakába. Günther kíméletlen gyorsasággal vezetett, mint akinek mindegy, ha valaki útjába akad, és azon keresztül gázol, vagy sem. A hegy aljához értek, itt Kissé alig észrevehetően lelassította a tempót. Anna agyán átvillant, hogy kiugrik a kocsiból. Elfut, elmenekül. De ahányszor csak megrezzent, a tiszt szorítása erősebbé vált, mintha egy vaskapocs tartaná a karját. Kiút nincs. Viszi a gestapóhoz, a pribékekhez, a borzalom házába. Fél? kérdezte a tiszt, mintha csak megérezte volna, hogy remeg az asszony, és írtózattal gondol az elkövetkezendő órákra, a kínzásokra, a vallatásra. Fél? kérdezte újra, de hiába az asszony nem válaszolt. Némán összeszorította a száját. Ne élvezd az ő félelmét senki! Segíteni úgy sem akart, hiába könyörgött. Nem könyörög többé, és nem alászkodik meg. Most letértek a szerpentin útról, és egy kis mellékúton haladtak. Az autó szinte belesüppett a nagy sárba, a göröngyös úton mély pocsolyákban állt a víz, és fröccsent két felé a sárhányó nyomán. Most nagy zökkenővel megálltak. Itt vagyunk, mondta a tiszt, és udvariasan kisegítette az asszonyt, de a karját egy pillanatra sem engedte el kis, modern villa előtt álltak, ahogy Anna a sötétségben a körvonalairól megállapíthatta. Fegyveres őrséget, német katonákat nem látott. Ez a gestapo, kérdezte alig hallhatóan. Nem, ez az én lakásom, válaszolt Günther szinte vidáman. Jobb kezével benyúlt a zsebébe, kulcsot húzott elő, és kinyitotta a kis kerti kaput. Kavicson keskeny úton haladtak a bejárathoz. Magas földszint volt, néhány lépcsőfokot kellett menni. Itt a tiszt anélkül, hogy becsengetett volna, kulcsával egy ideig idegesen babrált, de aztán sikerült benyitnia. Parancsoljon befáradni, szép asszony, mondta, és előrengette az asszonyt. Közben felkattintotta a villanyt. Fehérre lakkozott modern kis halban voltak, Günther bezárta az bajtót, és felül még egy kis tárat is. Anna riadt szívtobogása, kétségbe esett félelme most engedett. Mégsem a gestápóhoz vitte, mégse. Csak innen kiusson anélkül, hogy... Most már tudta, hogy erről van szó. Ez az aljas törbe csalta, az egész gestapó csak mese. De szó tudja, tehát mégis. A tiszt letette a köppenyét, és róla is ne segítette a bundát. Anna valami furcsa révületben engedelmeskedett, pedig nem akarta levenni a bundát, valahogy védettebbnek érezte magát benne, mint a kis sötétkék sejem ruhájában. Bent meleg van, mondta a tiszt, és tényleg, a szobába, ahol bevezette, kellemes langyosságot árasztott egy nagy, díszes kandalló. Nos, hogy tetszik itt nálam? kérdezte olyan hangon, mintha egy olyan vendég volna, aki a saját szántából jött, és nem aráirányított revolvercső hatása alatt. Szép, mondta gépiesen az asszony, és körülnézett a nagy sarokszobában. Rengeteg perzsa szőnyék borította a padlót, egy világos sárga disznóbőr garnitúra terpeszkedett középen, hatalmas öblös fotelekkel. A sarokban egy heverő, szintén valami drága szőnyeggel lett akarva, de kép egy sem volt a falon. De a nyomuk ott volt, a csontszínű tapétán világosabb színű, négyszögletű foltok tanúskodtak róla, hogy a képeket már elrabolták. A kandalló felett rajszöggel csak odaerősítve egyetlen kép, keretezetlen nyomat, Hitler. Foglaljon helyet, és ne vágjon ilyen rémő ez nem áll jól magának. Pedig fontos, hogy tessen nekem, ezt tudja, ugye? Anna nem ölt le. Minden erejét összeszedte, hogy nyugodtan tudja megszólalni, de így is remegett a hangja. Miért hozott ide százados úr? Mit akar velem? Günther fölényesen elmosolyodott. Meg fogja tudni, hiszen elég hosszú az éjszaka. Te ezt mondtam már ott a maga lakásán is, ahonnan volt szíves kiutasítani. Látja, én sokkal vendégszeretőbb vagyok. Parancsol inni? Kedveli a zenét? Szóval ezért kényszerített ide revolverrel, hogy itallal és zenével szórakoztasson. Kedves magától. Ó, kedves fiú vagyok, mosolygott a tiszt. Éppen azért kérem, legyen maga is kedvesebb, ettől függ a férje élete ugyanis. Tette hozzá magyarázólag, és itart vett elő. Édeset, erőset, mit parancsol? Semmit, és mi van az urammal? Válaszoljon, hol az uram? A helyi kórházban, úgy tudom, hogy reggeli ott ügyeletes. Nem hurcolták el? Az Istenért erre válaszoljon. Nem, még ott van. Értem, tehát ez a trükkje, tőlem függ a férjem élete. Tessék, itt vagyok, teperjen le, csináljon velem, amit akar, de a férjemet hagyják. Ártatlan, nem csinált semmit, semmit. Az utolsó szavakat már szinte ordította, sikoltotta a dű a gyűlölet fékezhetetlen fellobogásában. Segítség, segítség, kiáltotta el magát hirtelen. A sikolja szinte vágott, éles volt és artikulátlan. A tiszt mosolygott. Csillapodjék, kérem, nincs értelme a kiabálásnak. A segélykiáltásait úgy sem hallja meg senki. Egyedül vagyunk ebben a villában, teljesen egyedül. Gondoskodtam róla, hogy senki se zavarjon. Egy kellemes, szép éjszakát szeretnék. Maga nagyon tetszik nekem, ezt észrevehette az első pillanatban. Úgy közeledtem magához, mint egy úriember. ember nem fogom leteperni, nyugodt lehet. Egy német tiszt nem erőszakoskodik hölgyel. Nyugodjon meg, és ígyunk valamit. Megtöltötte a két poharat, aztán a magáét magasra emelte. Hely, Hitler! Anna nem nyúlt az italhoz. Az agyában csak úgy szágultak a gondolatok. Nem tudta, most hányadám van, ha a tiszt tényleg úriemberként viselkedne, de nem, akkor nem hozta volna ide. És Zoltán értesíteni kellene. De hogyan, hogyan? A tiszt ismét töltött. Nos, tényleg nem iszik? Anna, hogy bátorságot merítsen, egyszerre felhajtotta az italt. Olyan volt, mint a tűz, szinte égette. Az arca is kigyújt hirtelen, így utólag érezte, hogy valami megyize volt. Kérdő pillantással nézett a tisztre. Kérem, mondja el végre, mit akar. Akármilyen hosszú az éjszaka, de essünk túl azon, amit mondani akar. Kérem, szeretett nyílt kártyákkal játszani. Tehát röviden, a maga férje egy összeesküvésben vesz részt, mely összeesküvés aljas módon a német hadigépezet ellen irányul. Tegnap délután a rendelő óra alatt az összeesküvés 17 vezető tagja maguknál tartotta a titkos megbeszélését. Lehetséges, hogy maga ártatlan, egyszerűen csak beengedte őket, de az is lehet, hogy szintén benne van a disznóságban. Ha a gestapohoz vittem volna, ugyanúgy megkapná golyót, mint a többi 17. Pardon! Tizennyolc, mert a kedves férje a 18. A férjem ártatlan, hebegte Anna halásápattan. Golyót, Úristen, golyót! Persze, vagy azt gondolja, hogy az árulók köszönetet kapnak? Te tizennyolc emberélet. Emberélet az nulla, háború van. Ez az utolsó felvonás. Most kell kivívnunk a végső győzelmet. Nem 18 ember, de 18 ezer ember élete sem számít, ha Németországról van szó. A Führer kijelölte az utat, amelyen haladnunk kell, és ha 18 millió halotton keresztül, az sem számít. Érti? Értem, mondta remekbe az asszony. Dehogy érti, hiszen még nem is tudja, mit akarok mondani. Maga tetszik nekem, és úgy döntöttem, hogy a férjét futni hagyom. Jelentéktelen kis doktor, nem árthat sokat. Maga reggel hétkor telefonálhat neki, itt a másik szobában van a telefon, és közli vele, hogy tűnjön el. Negyed nyolckor ott lesz a megbeszélés a helyőrségi kórházban, a tizenhét áruló odajön, negyed nyolc után öt perccel pedig, ott lesz a gestapó. Nyolc órára már tudni fogjuk az összeesküvés részleteit, felgöngyölítjük az egész bandát, és megnyugtatom. A messzes gödörben már nem fognak konspirálni. Szerintem a golyóra sem méltóak, a diadalmas német fegyverek nem erre valók, ezeknek a kötél is megfelelne. Anna érezte, hogy az arcából hogy fut ki a vér. A szíve úgy vert, olyan hangosan, szinte vadul kalimpált, mint egy megkergült kis képezet. A férjemet futni hagyja, ha én, ha itt maradok most. De milyen biztosítékom van arra, hogy tényleg megmenekül, hogy biztosíték. A tiszt bántóan felnevetett mondja asszonyom, nem tréfál maga. Ha a férje ügyes fickó, megmenekül, de ha pekje van, elfoghatják. Biztosíték. Ezt a szót a háborúban nem ismerjük. Mit gondol, én kaptam biztosítékot, hogy élve végig csinálom ezt a háborút. Öt évet csinálom, és nem volt gyerekjáték. Látja itt ezt a nagy forradást az arcomon. Ezt a don mellett szereztem, van még egy a mellemen, azt még Lengyelországban. Most már nem félek a haláltól, ha eddig nem tudott legyűrni. Ismét töltött. Ezt erre a mai szép éjszakára is szuk. Próbálja szépé tenni. Próbáljon úgy viselkedni, mintha nem ilyen körülmények hoztak volna ide, hanem magától jött volna. Egy szép szőke asszony és egy német tiszt aki a sok harcban kifáradt, és... és egy kis illúziót kér. Ismeri a dalt, ott maguknál a házban egész jól játsza az ongorista. Csak egy éjszakára légy az enyém, hajnalig. Ez tehát az egyik megoldás, mondta a tiszt, és mosolyogva közeledett Annához. A szemében már kigyújt a vágy, és Anna írtózva hőkölt hátra. Hagyjon, sikoltotta, ne nyúljon hozzám. A tészt arcáról most lehervadt a mosoly, és ismét az a gúnyos fintor jelent meg rajta, amely oly kegyetlené tette az arcát. Szürke szeme élesen vágott, a hangja kemény volt. Ahogy parancsolja, van más megoldás is, ha olyan kellemetlennek találja a társaságomat, elmehetek itthonról maga itt marad, a pincébe fogom bezárni. Ott az a két zsidó hulla. Annak a társaságában talán majd jobban érzi magát. Anna arca szinte eltorzult a rémülettől. Gyilkos, suttogta elszörnyedve, szörnyedve, ne közeledjen hozzám. Nem is akarok már, majd reggel, ha átjönnek ide a gestapo emberei, Engedélyt adok nekik, hogy ők közeledjenek. Hadd kóstolják meg a maga szőke szépségét. Egymás után, mint a nyolc katona. Annában most magasra csapott az undor és a gyűlölet. Megölni ezt az embert, megölni, mint egy veszett kutyát. Döntött. Az egyetlen megoldás most világosan és kézzel foghatóan kirajzolódott az agyában megmenti Zoltánt, és megmenti a másik tizenhetet is. Pillantása a tiszt fegyvertáskájára esett. A revolver benne van, tudta. Most ott hevert a reklamé melletti kis asztalon, ahogy a tiszt ledobta magáról. Anna most hirtelen kacagni kezdett. Vidán nevetése megzavarta a férfit. Ki nevet? kérdezte, és szeme kegyetlenül villant. Persze, hogy kinevetem, mondta Anna, valami furcsa, tréfálkozó hangsúlyjal. Hiszen direkt mulatságos, amiket beszél. Rémítket, hogy nyolc katonát szabadít rám. Csak nem képzeli, hogy ezt elhiszem. Ha én a magáé leszek, nem adnod a másnak többé, ezt tudom. Kéjesen kinyújtotta a karjai, szinte vágyakozva. Maga sokat beszél és keveset csókol, pedig megfordítva jobb lenne. Günther megszédült az asszony szavaitól, de még nem tudta, nem merte elhinni, hogy pillanatok alatt így megváltozott. Játszik velem? Hm, játszom. Szeretem ezt a játékot, izgat. Felgyújt. Magát nem? de engem már felgyújtott maga az első pillanatban, mondta a férfi, és lassan közeledett hozzá. Az asszony félig lehunyta a szemeit, hogy ne lássa a fölébe hajló arcot, és ne rázza meg az undor a vad, marcangoló csók Lassan elhúzta a száját, a tükörhöz lépett, és megigazította a haját. A férfi most mögé állt, és belecsókolt a nyakába ne legyen olyan mohó, hosszú az éjszaka. Táncolni szeretnék. Van itt valami gramofon? Van. Melyik leveszt kívánja? Amit az előbb említett, csak egy éjszakát. Stílszerű, nem? Igen, mondta a férfi reketten. Feltette a lemezt és átörelte az asszony karcsú derekát. Anna hozzásímult, arca Günther Vájtól kigyúlt arcához tapadt. Táncoltak. A férfi a rekamé felé vezette. A léptei szándékosan arra irányították. Megőrjít, mondta hirtelen. Ne kínozzon, ne várasson. Belecsókolt a szájába, vadul, izgatottan. Majd egy hirtelen mozdulattal a rekaméra akarta rántani, de Anna minden erejét összeszedve ellenállt. Ne legyen erőszakos, ne ronts el az esténket, és ne tépj el a ruhámat. Várjon, leveszem a ruhát, jó? Jó, mondta a férfi rekedten, és már nem látott, nem hallott a végső kik felfokozott vágytól. Az asszony egy hirtelen mozdulattal kibújta ruhájából, és ledobta a rekamé melletti kis asztalra, a fegyvertáskára. Most ott állt égszínkék csipke kombinéjában, diadalmas szépségében. A csipkén átlátszott telt, formás melle és csípőjének szelit hajlása. Gyönyörű, lihegte a férfi, aki ebben a percben már nem volt tiszt, nem volt úriember, csak egy felajzott hím, aki végre magáévá teheti az áhított remek nőstényt. Várjon, kiáltott Anna. Várjon, ezt is ledobom. Azt akarom, hogy mesztelenül lásson. Szebb vagyok, mint gondolja, sokkal szebb. Forduljon meg, csak egy pillanat. A férfi elfordult. Ez volt az a pillanat, mikor Anna felkapta a revolvert a rádobott ruhálól. A keze remegett, de célzott. Lőtt. Bele a férfi hátába. Aztán még egyszer. A tiszt felhördült. Valami állati ordítás tört ki belőle. Anna még egyszer belelőtt. Most a lebukó fejébe. Röccsent a vér, Keserű füst szakszált fel. Anna dermedten állt kezében a füstölgő revolver. A nyakában lüpptetve dobogott egyér, úgy érezte, megfullad. Kiáltani szeretett volna, de a rémület összeszorította a torkát. Lassan hátrált, és közben szinte megbabonázva nézte, bámulta a férfit, aki most már nem mozdult, meghalt. Vége. Öltem, rém lett most fel benne. Öltem. A revolver még füstölgött, ahogy letette az asztalra. Gépies mozdulattal felvette a ruháját, aztán az órára nézett. Fél tizenkettő. Még sok idő van reggelig. Zoltánt értesíteni kell, és a többit. Most látta maga előtt az arcokat, mind a tizenhetet. A fiatal zászlóst, a református papot, a többit is, mindet, a sok magyar arcot, ahogy ott álltak az ajtóban, és bemondták a jelszót. Beutalás. Nem kapnak golyót, nem kerülnek holnap a messzes gödörbe. Most következett a legiszonyúbb. Lehajolt a halotthoz, és benyúlt a zsebébe, hogy kivegye a lakás kulcsát. Keze valami nedvességbe merült, vérbe. Iszonyodva rántotta ki, és undorodva tartotta el magától vértőst csöpökő ujjait. Az asztalon ott állt a likőr mellett egy üveg szódavíz, belöntött egy pohárba, és belemártotta a kezét. Egy pillanat alatt vérpiros lett a víz. Megtörölte a kezét. Most kiment az előszobába a bundájáért, és felvette. Eszébe jutott, hogy a tiszt a köpenyébe tehette a kulcsot. És tényleg a kulcs itt volt. Anna most óvatosan, lassan kinyitotta az ajtót. Ebben a pillanatban bent a szobában férfi hang szólalt meg. Annának szinte elállt a szívverése. Ki az? Ki lehet? Hogy jött be? Nyilván a másik szobából. Úr Isten segíts! A hang most tovább beszélt. Anna túlfeszített idegekkel hallgatta. A rádió volt. Persze, nyitva volt már előbb is, de valami légköri szavar miatt nem működött. Most aztán megszólalt. Újabb hírek, újra a nyugati frontról. Anna már nem hallotta a többit, kilépett az ajtón, most még hátra volt a kertajtó, ez gyorsan kinyílt, be sem volt zárva. Az autó ott állt. Mi lenne, ha beülne és egy darabig ezzel menne le? Vermacht kocsi nem tartóztathatja fel senki. Ebben a sötétben, ködben nem látják, hogy nőjön benne. De hát, ha mégis. Nem, inkább neki indul gyalog. Fogalma sem volt, hogy hol van. Vak sötét volt az éjszaka. Csak ment lefelé a lejtős úton, lábai cuppogtak a sárban. Jó darabot ment már, mikor hirtelen furcsa világosság támadt. Vörös rakéta gyújt ki az égen. Ugyanebben a pillanatban a szirénák is felsüvöltöttek, víjogó saká hangjuk belehasított az éjszakába. Légi támadás A hirtelen támad fényben körülnézett, megpróbált tájékozódni. Valami bokros fás térség mellett volt, sehol kiírva utcanév. A fény kialudt. Anna ment tovább, futva, botladozva, bokáig belelépve a tócsákba. Most, mintha kiáltott volna valaki. Igen, igen, hallja a hangot, de csak fut tovább, fut a sötétben, kézzel tapogatózva, mint a vakok. Neki megy a bokroknak, fáknak. Hideg, kegyetlen novemberi szél süvölt, szinte belevág az arcába. Hatalmas robbanás rázta meg a levegőt. Nem messze innen bomba esett. Lent a város felett megkezdődött a minden esti halálos tűzi Zoltán rovástól végig heveredett az ágyon. Lábait az ágy melletti székre tette, hogy ne piszkítsa be a sáros csizmájával a fehér kórházi pokrócot. Levetkőzni nem lett volna érdemes, hiszen egész éjszaka nem volt olyan fél óra, mikor ne történt volna valami. A telefon folyton csengett. A légitámadás a helyőrségi kórház közelében egy német hadi kisebb tüzet okozott. Sebesülteket hoztak egész éjjel. Zoltán kimerült volt és ideges. Reggel hétig lesz ügyeletes de akkor sem mehet haza, mert negyed nyolcra ide jönnek. Itt lesz a megbeszélés. A pályaudvarról telefonáltak, hogy az egyik kórház vonat mégis indul, talán már el is ment. Maguk a németek adtak mozdonyt. Ez tehát nem lehet megakadályozni. Zoltán bántotta ez a bal siker. Holnap a tanácskozáson talán őt hibáztatják, pedig mindent megtett, amit tehetett. Idegesítette, hogy este hiába telefonált haza, Anna nem volt otthon. Furcsa. Tíz óra lehetett, még nem volt riadó, tehát még nem mehettek le a pincébe. Kétszer, háromszor is felhívta a lakást, de nem jelentkezett semmi. Érthetetlen, hol lehet Anna? Átment volna a szomszédba, talán felment az ezredeséghez nem valószínű, hogy Zoltánkát egyedül hagyta a lakásban. Most, hogy a cselédjük falura ment, és egyedül voltak, sosem hagyta a gyereket egyedül egy pillanatra sem. Vagy lement volna mégis a pincébe, a bárba? Valamit plegykáztak a házban, hogy a múlt este egy német tisztel beszélgetett sokáig a bárban. Ki is mondta, nem jutott most eszébe, hogy ki, de nem is fontos. Annának nem is említette, minek. Bizonyára csak bosszankodott volna, hogy az emberek milyen rossz indulatúak és ostobák. Ha most féltékeny volnék, azt hinném, hogy lement a bárba a német tisztkedvéért. Meg is beszélhette vele előre, hiszen tudta, hogy én ma nem leszek otthon. Ostobaság! Elhesegette magától ezt a gondolatot. Ezt az oktalan feltevést, hiszen ismerte Annát. Az asszony lelke nyitott könyv volt előtte, ismerte a gondolatait, az érzéseit. Nem, féltékenységre igazán nem adott okot. A múlt? A múltra sem volt már féltékeny. Mélyen belül, talán csak tudat alatt, még mindig fájt, hogy Anna egykor mást szeretett. Halálos nagy szerelemmel. George Doverit mintha egy színes fiam peregne le benne, amelynek ő csak nézője lehetett. Látta maga előtt a régi Annát ott az egyik Tomi tabaszban. Lobogó szőke hajával, amint robogtak az ezüst szürke sportkocsin, Doberivel a tengerparti út felé. Ő csak állt a kórház ablakában és nézte őket. Őt nézte Annát. Már akkor szerette, reménytelen vágyakozással. A szépségét, a tündöklő szépségét szerette csak, hiszen a lelkét, őt magát még nem is ismerte, nem váltott vele egyetlen szót sem. Aztán eljött az a nap, mikor megismerhette. Ott feküdt a műtőasztalon súlyos, szúrt sebével. Zoltán agyában most villanásszerűen bukkantak fel a képek. Árné Jörgenszen, a svéd vezér. Hogy meglepődött, mikor meglátta, hogy ez az idős férfi a férje? Rideg üzleti hangon beszélt, ott a beteg szoba ajtajában is. Árni Jörgensen. Egy volt a 18 utas közül, akik életüket vesztették az aténi repülőgép szerencsétlenségnél. Most látta maga előtt Annát fekete fátyolával gyászban. Aztán látja vidáman, boldogan. Bejött hozzá a kórházba, és újságolta, hogy férhez megy Doberihez. Már be is adták a nősülési kérvényt.